Tegyük fel, hogy el kell törnöd egy ember karját. A jobbat vagy a balt nem számít. A lényeg, hogy el kell törnöd, mert ha nem, nos, ez sem igazán fontos. Legyen elég annyi, hogyha nem töröd el, akkor nem számíthatsz túl sok jóra. Na már most a kérdésem a következő. Gyorsan töröd el a kart? Regg-hoppá, bocsvár, el itt ez a rögtönző vagy elnyújtod az egészet jó nyolc percnyire, időről időre leheletnyivel növelve a nyomást, egészen addig, míg a fájdalom már lila és zöld, és forró, és jéghideg, és üvölteni kell, annyira elviselhetetlen. Hát igen, egyértelmű. A helyes megoldás, az egyetlen megoldás az, ha minél hamarabb letudod az egészet. Kart eltörni, konyakot átnyújtani, jó állampolgárhoz illően. Nincs más jó válasz. Ha csak. Ha csak, ha csak, ha csak. Mi van akkor, ha a szóban forgó kar tulajdonosát történetesen utálod, de úgy, Isten igazából, szívből jövő gyűlölettel? Most fontolóra kellett vennem ezt a lehetőséget is. Amikor azt mondom, most, arra a pillanatra gondolok, amit épp próbálok leírni. A pillanatra, ami egy töredéknyivel, méghozzá igen véres töredéknyivel előzte meg azt a másik pillanatot, amikor a csukló végül eléri a tarkót, és a bal felkarcsont legalább két, de még valószínűbb, hogy több lötyögve egymáshoz kapcsolódó darabra törik. Az imént említett kar az enyém. Nem valami elvont filozófikus kar. A csont, a bőr, a szőrszálak, a kis fehér sepphely a könyök csúcsán, melyet a Gates Hill általános iskola fűtőtestjének sarka okozott, mindez hozzám tartozik. És most érkezett el az a pillanat, amikor fontolóra kell vennem annak a lehetőségét, hogy a mögöttem álló férfi, aki a csuklómat szorítva szinte már szexuális vágytól fűtött odaadással feszíti a karomat felfelé a gerincem mentén, utál engem. De úgy, Isten igazából szívből jövő gyűlölettel. Az örökké valóságig húzza a dolgot. A neve Rainer volt, keresztneve ismeretlen, számomra legalábbis az, és ebből adódóan azt hiszem, a számodra is. Feltételezem, hogy valakinek valamikor tudnia kellett a keresztnevét, arra a névre keresztelte, azon a néven hívta reggelizni, megtanította neki, hogyan betűzze le. Megint csak más valakinek pedig egy bár túlsó végéből kellett kiáltania a nevét, hogy meghívja egy arra, vagy azt búgni a szex közben, vagy beírni egy rubrikába, egy életbiztosítási űrlapon. Tisztában vagyok vele, hogy mindezek a dolgok minden bizonyan megtörténtek. Csak épp nehezemre esik elképzelni. Becslésem szerint Rénőr tíz évvel lehetett idősebb nálam, és ez így önmagában még rendben is lenne. Nincs ezzel a világon semmi gond. Rengeteg olyan emberrel tartok fenn kellemes, baráti, kart el nem törő kapcsolatot, akik tíz évvel idősebbek nálam. A nálam tíz évvel idősebb emberek zömében tiszteletre méltóak. Reynor azonban emellett 8 centivel magasabb is volt nálam, 25 kilóval nehezebb és legalább 8 egységnyi, akárhogyan is méred erőszak egységgel erőszakosabb. Rondább volt, mint egy autóparkoló. Nagy, kopaszra nyílt koponyája kibedudorodott, akár egy csavarkulcsokkal teli gyömöszölt léggömb. Nyomott bunyós orra, ami egészen olyan volt, mint ha valaki balkézzel rajzolta volna fel, vagy talán ballábbal kanyargó, félholdas folyótorkolatként terült el kérges deszkához hasonlító homloka alatt. Mindenemre mondom, nem akármilyen homlok volt. Téglák, kések, üvegpalackok és érvekkel megalapozott viták a maguk idejében egytől egyig ártalmatlanul pattanhattak vissza erről a súlyos oromzatról, és néhány nagymatak horpadástán többet nem hagytak hátra, mi távol ülő pórusok között. Ezek voltak azt hiszem a legmélyebb és legtávolabb ülő pórusok, amiket emberi bőrön valaha láttam. Olyannyira, hogy hirtelen azon kaptam magam, hogy a Del Beatty golfpályáján töltött 1976-os hosszú, forró nyár rémlik fel az utolsó kidomborodáshoz érve valószínűnek tűnik, hogy Rénőr fülei valamikor a régmúltban lelettek harapva, aztán vissza köpve a feje két oldalára, mivel hogy a baloldali darab kétségkívül fejjel lefelé csünk, vagy kifordítva, vagy valamilyen féle. Mert az embernek hosszan kell meresztenie a szemét, míg végül rádöbben, hogy na hát, ez egy fül. És mindezek tetejébe, ha valakinek esetleg ennyiből se állt volna össze a kép, Rénör fekete bőrdzsekit viselt egy fekete garbó fölött. De az embereknek általában gyorsan összeállt a kép. Rénör akár csillogó sejembe is bugyolálhatta volna magát, a fülei mögé pedig orhideákat tűzhetett volna. A megszeppent járókelők így is előbb fizettek volna neki, és csak azon tűnődtek volna, hogy egyáltalán tartoztak-e valamivel. Én történetesen nem tartoztam neki semennyi pénzzel. Rénőr az emberek azon kivételes csoportjába tartozott, akiknek az ég adta világon semmivel se tartoztam, és ha a dolgok valamelyest a rúzsásabban alakultak volna kettőnk között, javasoltam is volna, hogy ő meg a többiek a csoportból csináltassanak egy különleges nyakkendőt, jelezvén a tagságot. A mintázat állhatna például egymást keresztező sorsvonalakból. De, amint már mondtam, a dolgok nem alakultak közöttünk túl rózsásan. Egy Cliff nevű félkarú harc oktató egyszer azt mondta nekem, hogy a fájdalom olyas valami, amit saját magunknak okozunk. Mások tehetnek veled egy és mást, megüthetnek, megkéselhetnek, megpróbálhatják eltörni a karod, de a fájdalmat te magad hozod létre. Ezért aztán magyarázta Cliff, aki miután két teljes hetet töltött Japánban, feljogosítva érezte magát arra, hogy az eféle baromságokat lelkes hallgatóságára zúdítsa, az embernek mindig hatalmában áll megszüntetnie a saját fájdalmát. Cliff három hónappal ezek után egy kocsmai verekedésben lelte halálát egy 55 éves özvegy keze által, úgyhogy azt hiszem nem lesz már alkalmam felvilágosítani ebben a kérdéskörben. A fájdalom egy esemény. Megtörténik veled, aztán foglalkozol vele, ahogy akkor éppen tudsz. Az egyetlen dolog, ami mellettem szólt, az volt, hogy mindeddig meg se nyikkantam. Megjegyzem ennek a bátorsághoz, vaj, mi kevés köze volt. Egész egyszerűen eddig nem értem rá egészen eddig a pillanatig Rénőr meg én azzal foglalatoskodtunk, hogy falakba és bútorokba csapódjunk a férfi izzadsággal terhes csend közepette, és csak azért nyögtünk fel nagy néha, hogy a másik tudomására hozzuk, hogy még nem lankad a figyelmünk. De most, amikor öt másodpercnél több nemigen választ el attól, hogy elájuljak és a csont végre megadja magát, most jött el az ideje, hogy bedobjak valami új elemet. Nagy hirtelen csak a hangadás jutott eszembe. Így aztán az orromonát mélyen belélegeztem, kihúztam magam, hogy olyan közel kerüljek az arcához, amennyire csak lehetséges. Egy ideig még bent tartottam a levegőt, majd kieresztettem magamból. A japán harcművészek erre csak úgy utalnak kiei. Mondhatnád, hogy ez csak egy nagyon erős hang, és nem is tévednél nagyot. Annyira hirtelen, megdöbbentő, hű az volt az intenzitású üvöltés, hogy elég csúnyán meg is ijesztettem magam. A hatás Rénőrön pont olyan volt, nekik ígérik. Önkéntelenül is hátrahőkölt, és a szorítása a karomon a másodperc töredékére meglazult. Hátra vetettem a fejem bele a képébe, olyan erősen, ahogy csak tudtam, és éreztem, ahogy a porc az orrában próbálja felvenni a koponyám formáját. Aztán valami sejmes, nedves dolog kenődött a fejem tetejére. Ekkor a sarkommal megcéloztam a lágyékát, és futólag még érintve a combja belsejét, belerúgtam nemiszervének tekintélyes méretű batyujába. Mire a másodperc töredék eletelt, Rénőrt már nem a karom eltörése kötötte le, és én hirtelen tudatára ébredtem annak, hogy csak úgy úszom a verítékben. Lábújhegyen szögdécselve, mint valami ag Bernát hegyi kutya, elhátráltam tőle, és fegyver után néztem. A profi amatőr páros mérkőzésnek ez a 15 percnyi egyetlen menete London Belgrávia nevű negyedének egy kis, minden eleganciát nélkülöző nappaliában került megrendezésre. A belső építész tökéletesen borzalmas munkát végzett, mint minden belső építész minden alkalommal, minden áron kivétel nélkül, de jelen pillanatban az illető nehéz, elmozdítható dísztárgyak iránti lelkesedése történetesen egybevágott az enyémmel. A kandalló párkányon álló 50 centis budha szoborra esett a választásom. Amíg épp kezemmel megmarkoltam, és örömmel tapasztaltam, hogy az apró emberke fülei kifejezetten markolásra termettek, különösen, ha egy egykezű játékosról van szó. Rénőr ekkor épp térdeplő helyzetben öklendezett a kínai szőnyegre, nagymértékben javítva annak a színén. Választottam egy megfelelő helyet, összeszedtem magam, és alattomos csapást mértem rá a butha szobor talpának sarok részével, egyenest a bal füle mögötti puha részre. Nehézkes, tompa hang hallatszott, amiért csak a támadásnak kitett emberi szövet tud kiadni, és Rénör az oldalára puffant. Nem beszéltem azzal, hogy megnézem éle még. Részvétlennek tűnhetek talán, de hát ez van. Letöröltem némi verítéket az arcomról, és kisétáltam a bejárati ajtóhoz. Megpróbáltam fülelni, de ha volt is valami hang a házon belül, vagy kint az utcán, azt amúgy se hallottam volna meg, mert a szívem olyan hangosan kalapált, akár egy fúrógép. Na persze az is lehet, hogy odakint valóban dolgozott egy fúrógép. Túlságosan is lekötött az, hogy hatalmas, bőröngynyi levegőfelhőket szívjak magamba ahhoz, hogy ebből bármit is észleljek. Kinyitottam az ajtót, és azonnal éreztem a bőrömön a hűvös, szemerkérő esőt. Az esőcseppek elkeveredtek az izzadság cseppekkel. Felhígították azokat, és felhígították a karomban lévő fájdalmat is. Felhígítottak mindent. Én pedig becsuktam a szemem, és hagytam, hogy az esőcseppek az arcomat mossák. Ez volt az egyik legjobb dolog, amit valaha átéltem. Mondhatnád erre, hogy ezek szerint elég gyatra kis életem lehet. De ne feledjük, hogy minden nézőpont kérdése. Kirincse zártam az ajtót magam mögött, lenéptem a járdára és rágyújtottam. Fokozatosan és kissé morcosan, de az szívem végül rendbe magát, és rövidesen a légzésem is csatlakozott hozzá. A fájdalom a karomban rettenetes volt, és tudtam, hogy még napokig velem lesz, ha nem hetekig. De legalább a cigizős karom rendben volt. Visszamentem a házba, és láttam, hogy Rénőr ott van, ahol hagytam, a saját hányadékában fekve. Vagy halott volt, vagy súlyos testi sértést szenvedett, és ezek bármelyik legalább öt évet jelentett. Tizet inkább, ha hozzáadjuk a rossz maga viseletért ráhúzott éveket is. És ez, az én szemszögemből nézve, nem volt épp kellemes. Az a helyzet, hogy voltam már börtönben csak három hetet és csak vizsgálati fogságban, de amikor az embernek napi két csakpartit kell lenyomnia egy tőszavakban beszélő West Ham foci drukkerrel, akinek az egyik kezére a halál szó van tetoválva, a másikra pedig az, hogy halál, mindezt olyan sakkészlettel, amiből hiányzik a hat gyalog, az összes bástya és a két futó, akkor hirtelen azon kapja magát, hogy elkezdi igen nagyra becsülni az élet apró örömeit. Azt például, amikor nem kell börtönben lennie. Ilyen és eféle dolgokon morfondíroztam, és kezdtek felrémleni előttem mindazon trópusi országok képei, ahová valahogy sose jutottam el. Amikor ráébredtem, hogy a hang, ez a halk, nyikorgó, csoszogó, recsegő hang, egészen biztosan nem a szívemből jön. Sem pedig a tüdőmből, vagy ziháló testem bármely más részéből. A hang minden kétséget kizáróan kívülről jött. Valaki vagy valami hihetetlenül tehetségtelenül igyekezett hangtalanul lejönni a lépcsőn. Ott hagytam a butát a helyén, felkaptam egy égtelen ronda alabás tromasztali öngyújtót, és az ajtó felé indultam, ami különben szintén borzalmasan csúnya volt. Jogosan merült fel a kérdés, hogy lehetséges -e egyáltalán csúnya ajtót készíteni. Nos, nem egyszerű az biztos, de hit csak el, hogy bármelyik menő rendező még a reggeli kávéja előtt összedobja. Próbáltam visszatartani a lélegzetemet, de nem ment, így aztán hangosan várakoztam. Valahol felkapcsolódott egy villany, majd kisvártott vele kapcsolódott. Kinyílt egy ajtó, szünet, ott sincs semmi, becsukódott. Egy helyben áll, gondolkozik, arra jut, hogy megnézi a nappalit. Ruhasusogást, majd halk lépéseket hallottam, aztán hirtelen éreztem, hogy enyhül a szorításom az alabástrom öngyújtón, és szinte megkönnyebbült a falnak. Mert még ebben a rémült, sírült állapotomban is kész voltam kockára tenni az életemet, azon tényre alapozva, hogy a Fleur de Fleur Nina Ricci parfüm nem kifejezetten az a verekedős illat. A nő Megállt az ajtóban, és körbenézett a szobában. A villany nem égett, de a függönyök el voltak húzva, és az utcáról épp elég fény áramlott be. Megvártam, amíg a tekintete összetalálkozik Rénőr testével, és csak akkor fogtam be a száját. Végigvettük a Hollywood és az illedelmes társadalom diktálta ilyenkor megszokott összes fordulatot. Ő megpróbált kiabálni és beleharapni a tenyerembe, én pedig kértem maradjon csendben, mert nem fogom bántani, ha csak nem kiabál. Aztán kiabált, én pedig bántottam. Á, csak a szokásos, semmi sallang. Egy idő után már a kanapén ült egy pohár itallal, amiről azt hittem konyak, de valójában kálvados volt. Én eközben az ajtónál álltam, és igyekeztem a legokosabb és legép elmélyűbb arckifejezést ölteni magamra. Oldalára fordítottam Rénört, precíz, stabil oldalfekvésbe, hogy ne fulladjon bele a saját hányásába, vagy bárki máséba, ha úgy alakulna. A nő fel akart kelni a kanapéről, és bíbelődni vele, hogy lássa jól van-e. Párnák, nedves ruha, kötések, minden, amitől a bámészkodók általában jobban érzik magukat, de megkértem, hogy maradjon a helyén, mert már hívtam a mentőket, és különben is az a legjobb, most békén hagyjuk. Ekkor alig észrevehetően elkezdett remegni. A két kezén kezdődött, amikkel a poharat morkolta, aztán elérte a könyökét, majd a vállát, és minden egyes alkalommal, amikor Rénőrre nézett, csak rosszabb adott a helyzet. Na persze a reszketés alig a szokatlan reakció, amikor az ember az éjszaka közepén egy eszméletlenül heverő férfi testet és némi hányás kombinációját fedezi fel a szőnyegén, de nem akartam, hogy még rosszabbul legyen. Miközben rágyújtottam egy cigire az alabástrom öngyújtóval, és... Igen, még a lágja is ronda volt, igyekeztem annyi információt feldolgozni, amennyit csak tudtam, mielőtt a kálvadasz megteszi a kellő hatását, és a nő elkezd kérdezősködni. Három helyen is láthattam az arcát a szobában. Egyszer egy ezüst keretes fényképen a kandalló párkányon, napszemveget napszemüveget viselt és egy síliften imbálódzott, másodszor egy hatalmas és borzalmas olajfestményen, aminek a készítője úgy tűnt nem nagyon kedvelte a nőt. A kép az ablak mellett lógott, és végül, és meg kell mondjam, a három közül ez volt a legjobb, egy kanapén ülve, tőlem három méterre. Nem lehetett több tizenkilencnél. A válasz szögletes volt, hosszú barna haja pedig vidám hatakban tűnt el a nyaka mögött. A magas, kerek arccsont ázsiai származása utalt, de ez a benyomás azonnal szerte foszlott, mihelyest az ember meglátta a szemét, ami szintén kerek volt, hatalmas és élénk zöld. Ha van ennek bármi értelme. Vörös sejem háló köntös volt rajta, és egy darab elegáns papucs, az orrán díszes aranyémzéssel. Körbenéztem a szobában, de sehol nem láttam a papucs párját. Lehet, hogy csak egy darabra telt neki. Megköszörülte a torkát. – Ki ez? – kérdezte enyhén fátyalos hangon. – Azt hiszem, még mielőtt kinyitotta volna a száját, már tudtam, hogy amerikai. Túlságosan is egészségesnek tűnt ahhoz, hogy bármi más lehessen. – Honnan szedik ezeket a fogakat? – Rénőrnek hívták. – mondtam. És mivel úgy éreztem, ez így talán kis és sovány választnak tűnhet, még gyorsan hozzátettem, nagyon veszélyes ember volt. Veszélyes? Ez láthatóan megrémítette, és nem ok nélkül. Valószínűleg átfutott az agyám, mint hogy most az enyémben is. Hogyha a rénőr veszélyes volt, és én megöltem, akkor ezzel már csak hierarchiai szempontból is én is veszélyessé váltam. Veszélyes, Ismételtem, és közben figyeltem, ahogy néz. Úgy tűnt, a remegése valamelyest alább hagyott, ami jó volt, de az is lehet, hogy szinkronban remegett velem, ezért kevésbé vettem észre. És mit keres itt? kérdezte végül. Mit akart? Nehéz megmondani, nekem legalábbis az. Talán pénzt akart, talán mezüstöt. Úgy érti, nem mondtál magának? A hangja hirtelen felerősödött. Szétveri a fickót, és azt se tudja kicsoda, hogy mit keresett itt. A megrázkódtatás ellenére úgy tűnt, az agya rendben működik. Azért ütöttem ki, mert meg akart ölni, magyarázta. Én már csak ilyen vagyok. Próbálkoztam hamiskásan vigyorogni, de aztán felfedezte magam a kandalló feletti tükörben, és beláttam, hogy nem nagyon megy. Maga már csak ilyen, ismételte. És a hangjában nem volt semmi kedvesség. És ki maga? Na már most, ezen a ponton roppant óvatosnak kellett lennem. Ha nem vigyázok, a dolgok hirtelen még annál is sokkal rosszabbra fordulhatnak, mint amilyenek eddig voltak. Próbáltam meglepet arcot vágni, és talán egy kicsit sértődöttet is. Ezek szerint nem ismersz meg? Nem. Hm, érdekes. Fincsem. James Fincham. Felé nyújtottam a kezem, nem fogadta el. Így aztán a mozdulatból egy lezser legyintés lett. Ez csak egy név, tiltakozott. Ebből nem derül ki, ki maga. Az apád egyik barátja vagyok. Ezen eltöplengedt egy darabig. Üzleti partner? Hmm, olyasmi. Olyasmi? Bólintott. Maga James Finchem, az apám üzleti partnere vagy valami olyasmi, és az imént megölt egy embert a házunkban. Félre billentett fejjel néztem rá, és az arc kifejezésemmel próbáltam közölni, hogy hát igen, némelykor a világ átkozottú bitang tud lenni. Újra megvillantotta a fogait. Ennyi lenne? Ez az önéletrajza? Újra magamra öltöttem a hamis kásmosolyt, ugyanolyan katasztrofális eredménnyel. Várjunk csak, szólalt meg. Rénőrre nézett, majd hirtelen kicsit kihúzta magát ültében, mintha felötlődött volna benne egy gondolat. Nem is hívott senkit, igaz? Most, hogy így jobban belegondolok, mindent egybevéve inkább közelebb lehetett a huszonnégyhez. E úgy érted, hebegtem, úgy értem, mondta, hogy nincs úton semmiféle mentő. Jesszusom! Letette a poharát a szőnyegre a lába mellé, felállt, és a telefonhoz lépett. Nézd, kezdtem, mielőtt bármi butaságot tennél. Elindultam felé, de a mód, ahogyan megpördült, az sugallta, talán mégis jobb lesz, ha nem mozdulok. Nem állt szándékomban az elkövetkezendő hetekben egy telefonkagyló maradványait szedegetni ki az arcomból. – Maga csak maradjon ott, Mr. James Finchem, sziszegte felé. – Nincs ebben semmi butaság. Kihívom a mentőket, és kihívom a rendőrséget. Nemzetközileg elfogadott eljárás. Kijön néhány ember nagy fegyverekkel, és elviszik magát. Egyáltalán semmi butaság nincs benne. – Oké okay, – mondtam. Bevallom, nem voltam teljesen őszinte. Felén fordult. A szeme egészen összeszűkült, ha tudod, mire gondolok vízszintesen szűkült össze, nem pedig függőlegesen. Azt hiszem, ilyenkor azt kéne inkább mondani, hogy összekicsinyítette a szemét, de ezt nem mondja soha senki. Szóval a szeme egészen összeszűkült. De mi a fenét ért azon, hogy nem teljesen őszinte? Összesen két dolgot mondott nekem. Úgy érti, az egyik hazugság volt? Ezzel megfogott, ez tagadhatatlan. Bajban voltam, Viszont eddig csak az első számjegyet ütötte be a telefonba. A nevem Fincsem, mondtam, és valóban ismerem az apádat. Igen? Akkor azt is tudja, hogy milyen cigarettát. szív? Dönhilt. Soha életében még csak rá se gyújtott. Húszas éveinek végén járatott, azt hiszem. Legrosszabb esetben harminc lehetett mély lélegzetet vettem, miközben ő benyomta a segélyhívó szám második számjegyét is. Jó, jó, nem ismerem az apádat, de próbálok segíteni. Értem. Azért jött, hogy megjavítsa az zuhanyozót. A harmadik, utolsó számjegy. Most kell előrukkolni az aduásszal. Valaki meg akarja ölni. Bögtem ki. Apró kattanást hallottam, és azt, hogy valaki valahol megkérdezi, melyik szolgáltatást kérjük. A lány lassan felén fordult, a kagylót eltartotta az arcától. – Mit mondott? – Valaki meg akarja ölni az apádat – ismételtem. – Nem tudom, kicsoda, és nem tudom miért, de megpróbálom megakadályozni. – Ez lennék én, ezért vagyok itt. Hosszan és keményen nézett rám, valahol egy óra kegyegett a rondán. Ennek az embernek, Rénőre mutattam, volt valami köze hozzá. Láttam rajta, hogy azt gondolja, ez így igazságtalan, hiszen Rénőr alig ha volt abban a helyzetben, hogy ellent mondhasson nekem. Ezért egy kicsit finomabbra vettem a hangremet, közben aggodalmasan tekintgettem körbe, mintha én is épp új zavarodott és nyugtalan lennék, mint ő. Azt nem mondhatom, hogy azért jött ide, hogy ő jön mondta, mert nem volt rá lehetőségünk, hogy hosszasan elbeszélgessünk, de kizárni sem lehet. Szakadatlan bámult rám. A telefonközpontos hellózott a vonal a másik végén, és közben valószínűleg próbálta lenyomozni a hívást. A lány várt. Hogy mire, azt nem tudnám megmondani. A mentőket kérem szólalt meg végül, és közben le nem vette rólam a tekintetét, majd kisé elfordulva megadta a címet. Bólintott, és lassan, nagyon lassan visszatette a kagylót a helyére, majd felén fordult. Egyike volt ez azon csendeknek, amiknek már a legelején tudja az ember, hogy sokáig fognak tartani, úgyhogy kiráztam még egy szál cigarettát, és oda nyújtottam neki a dobozt. Elindult felé, aztán megállt. Alacsonyabb volt, mint amekkorának a szoba túlsó felében tűnt. Újra elmosolyodtam. Ő kivett egy cigarettát a dobozból, de nem nyújtott rá. Csak lassan játszadozott vele. Aztán rám emelt egy szürke szempárt. Azt mondom, egy szempárt. Na persze, az ő személyre gondolok. Nem nyúlt be egy fiúkba, és vette ki onnan valaki másnak a szemét, hogy aztán rám emelhesse. A saját hatalmas, halvány szürke szemével nézett rám. Az a fajta szempár volt, amit ő egy felnőtt férfi zagybaságokat kezd beszélni. Szedd össze magad az Istenért! Maga egy hazudozó, vádolt. Nem volt mérges, nem volt rémült. Tényszerűen közölte maga egy hazudozó. Nos, igen, ismertem el. Általánosságban nézve az vagyok, de ebben a bizonyos pillanatban történetesen igazat mondok. Továbbra is az arcomat bámulta. Úgy, ahogy néha én magam is teszem borotválkozás után, de úgy tűnt, neki sincs a tarsójában több válasz, mint nekem. Aztán pislogott egyet, és ez a pislogás valahogy megváltoztatta a dolgokat valami el lett eresztve, vagy le lett kapcsolva, de legalábbis lejjebb lett tekerve egy kicsit. Kezdtem elengedni magam. Miért akarná bárki is megölni az apámat? A hangja halkabb lett. Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs, feleltem. Azt is csak most tudtam meg, hogy nem dohányzik. A lány tovább erősködött, mintha nem is hallott volna az imént. És mondja csak, Mr. Finch hem faggatott tovább. Hogy jött rá erre az egészre? Ez rázós kérdés volt. Igazán rázós kérdés. Rázós kérdés a négyzetem. Mert felajánlottak egy munkát, mondtam. Abba hagyta a lélegzést. Úgy értem, konkrétan abba a lélegzést. És nem is nagyon tűnt úgy, mint a tervezné, hogy valaha újra kezdi. Folytattam a mondókámat, és próbáltam nyugalmat erőltetni magamra. Valaki felajánlott egy rakás pénzt, hogy öljen meg az apádat. Mondtam, mire ő hitetlenül merett rám. De nem fogadtam el. Ezt nem kellett volna hozzátennem. Tényleg nem. Newton társalgással kapcsolatos harmadik törvénye, ha létezne, kimondaná, hogy minden állítás feltételez egy ugyanolyan ellentétes állítást. Azzal, hogy kimondtam, nem fogadtam el az ajánlatot, felvetettem annak a lehetőségét, hogy akár el is fogadhattam volna. És igazán nem akartam, hogy ez a lehetőség ott lebegjen a szobában ebben a pillanatban, de ekkor a lány újra elkezdett lélegezni. Szóval az is lett hogy nem vette észre. Miért? Ö, mit miért? A bal szemében volt egy parányi zöld csík, ami a pupillájától észak-keleti irányba haladt. Ott álltam, a szemét néztem, és közben próbáltam nem nézni, mert hatalmas bajban voltam, több szempontból is. Miért nem fogadta el? Mert kezdtem, de elhallgattam, meg biztosra kellett mennem. Igen. Mert nem ölök embereket. Nem mondott semmit. Próbálta feldolgozni a hallottakat, elismételte magában néhányszor. Aztán Rénőr mozdulatlanul heverő testére nézett. Megmondtam, törtem meg a csendet. Ő kezdte. Hogy háromszáz évig fürkészte az arcomat. Majd miközben még mindig a cigarettával babrált, igen, lassan visszasétált a kanapéhoz mélyen a gondolataiba merülve. Őszintén szólva folytattam, közben próbáltam megértetni magam és a helyzetet, kedves ember vagyok. Támogatok segélyszervezeteket, újra hasznosítom az újságokat, meg minden. A lány ekkor rénőr mellé ért és megállt. Na és mikor történt mindez? Hát, épp most. Dadogtam, mint egy idióta. Egy pillanatra lehúnyta a szemét. Úgy értem, mikor kérték fel? Ó, az, mondtam, tíz nappal ezelőtt. Hol? Amsterdamban. Az Hollandiában van, igaz? Megkönnyebbülést éreztem. Ettől az utolsó kérdéstől rögtön sokkal jobban kezdtem érezni magam. Jó lesik az embernek, mikor néha a fiatalság felnéz rá. Nem kell állandóan ezt csinálniuk, de időről időre jól esik. Így van, erősítettem meg. És ki volt az, aki felkérte? Soha nem láttam. Se előtte, se után. Lehajolt a pohráért, kortyolt egyet a kálvadoszból, és az ízétől grima szült ki az arcára. És ezt higgyem is el. Nos, tudja, igazán segítetne nekem, mondta, és a hangja megint kezdett felerősödni. Rénőr felé biccentett. Itt van ez a fickó, aki azt hiszem nem fogja megerősíteni a maga kis sztoriát, és nekem hinnem kéne magának, de miért is? Csak ment jó képű? Nem tudtam uralkodni magamon. Uralkodnom kellett volna magamon, igen, tudom, de egyszerűen nem ment. Miért is nem? Szellemeskedtem, és igyekeztem a legelbűvölőbb mosolyomat felvillantani. Én elhinnék neked bármit, amit mondasz. Hatalmas hibát vétettem, óriásit. Ez volt a legostobább, legnevetségesebb megjegyzés, amit a nevetséges megjegyzésektől amúgy is hemzsegő életem során valaha elkövettem. Felém fordult, és ezúttal igazán mérgesen szólt hozzám. Ezt a jópofizást azonnal befejezheti. Én csak próbáltam megvédeni magam, de aztán végül örültem, hogy szinte azonnal félbeszakított, mert őszintén szólva fogalmam sem volt, mit hozhattam volna fel magam mellett. Mondom, fejezze be! Van itt egy fickó, aki haldoklik. Bűnbánóan bólintottam, majd mindketten fejet hajtottunk Rénőr előtt, mintha a tiszteletünket fejeznénk ki. A lány ezután, mintha csak hirtelen becsukta volna a Zsoltáros könyvét, egészen megváltozott. A válla ellazult, és felém nyújtotta a poharát. A nevem Szára, mondta. Nézen körül, talál -e nekem valahol egy kólát? Végül felhívta a rendőrséget is. Akkor érkeztek meg, amikor a mentősök épp felnyalábolták Rénört, aki ekkor még mindig lélegzett, és felpakolták egy összecsukható hordágyra. A rendőrök hümmögtek és hammogtak, Levettek pár dolgot a kandalló párkányról, aztán benéztek alá, és leli róluk, hogy legszívesebben valahol egészen máshol lennének. A rendőrök általánosságban véve nem szeretik az új eseteket. Nem azért, mert lusták, hanem mert, mint mindenki más, ők is jelentést és összefüggéseket akarnak találni abban a nagy, boldogtalan összevisszaságban, amiben dolgoznak. Ha miközben itt valami tinédzsert akarnak elkapni, aki dísztártságot fújt meg, kihívják őket egy tömeggyilkosság helyszínére, nem tudják visszafogni magukat, és muszáj benézniük a heverő alá, leellenőrizni, hogy vannak-e ott dísztártság. Találni akarnak valamit, ami összefügg azzal, amit addig láttak, valamit, amitől némi értelmet nyer a káosz. Hogy aztán azt mondtassák maguknak, az egyik dolog azért történt, mert a másik dolog megtörtént amikor nem találnak ilyesmit, amikor nem látnak más, mint egy újabb halom munkát, dolgokat, amikről jelentéseket kell írniuk, amiket iktatniuk kell, amik aztán elkeverednek, és valamikor később újra előkerülnek valakinek az alsó fiókjából, csak hogy ismét eltűnhessenek, és végül nem tudnak egyetlen nevet sem felmutatni az ügyben. Nos, az efféle dolgok kissé a kedvüket szegik. A mi kis történetünk különösen elszontyolította őket. Szára és én jó előre begyakoroltunk egy szerintünk hihető mesét, és ezt háromszor is előadtuk egyre magasabb rangú rendőröknek, legvégül egy felháborítóan fiatal nyomozónak, aki azt mondta, Brocknak hívják. Brock a kanapén ült, Hébe-hóba szemügyre vette a körmeit, és fiatal fejével végig bólogatta a rettenthetetlen James Finchem történetét, aki a család egyik barátjaként az egyik első emeleti vendégszobában szállt meg. Hangokat hallott, leosont a földszintre, hogy kiderítse, mi okozza a zajt. Csúnya, fekete bőrcsek is fekete garbós férfi, akit nem az előtt sem látott. Verekedés, elesés, ó, Istenem, beverte a fejét. Sara Wolf született 1964. augusztus 29. Verekedés zaját hallotta, lejött, látta az egészet. Inni valamit nyomozó úr? Teát, üdítőt? Na igen, a jó módu környezet is elég sokat segített. Ha ugyanezzel a mesével London egyik munkás negyedében hozakodtunk volna elő egy albérleti lakásban, semmi idő alatt egy furgon padlóján találtuk volna magunkat, és fiatal, izmos, rövidre nyírt hajú férfiaktól az iránt érdeklődtünk volna, hogy esetleg egy pillanatra le tudnának-e szállni a fejünkről, ami kényelmesen el nem helyezkedünk. De a lomboktól zöldellő, stukkó díszítéses Belgrávia negyedben a rendőrök sokkal hajlamosabbak hinni az embernek. Azt hiszem, ez be is van építve a rejzsibe. Miközben a vallomásainkat írtuk alá, megkértek bennünket, hogy ne tegyünk semmi ostobaságot, például lehetőleg ne hagyjuk el az országot annélkül, hogy erről jó előre értesítenénk a kerületi rendőrkapitányságot, és arra bátorítottak, hogy úgy egyébként is minden helyzetben igyekezzünk betartani a törvényt. Két órával azután, hogy megpróbálta eltörni a karomat, minden, ami hátra maradt Rénőrből, keresztneve ismeretlen, a szaga volt. Kiengedtem magam a házból, és minden újabb lépésnél éreztem, ahogy a fájdalom ismét átveszi a központi helyet. Rágyújtottam egy cigarettára, és a sarokig füstöltem, ahol befordultam barra egy macska kövessikátorba, ahol régebben lovakat tartottak rettentő gazdagnak kellene lennie annak a lónak, aki manapság itt szeretne tanyázni, ez nyilvánvaló. De a sikátor istáló jellege még mindig átította a helyet, és éppen ezért éreztem úgy, hogy itt kell kikötnem a bicajomat. Egy vödör zabbal, és némi szénával a hátsó kereke alatt. A bicaj ott volt, ahol hagytam, ami elég semmit mondó megjegyzésnek tűnhet, pedig mostanában már nem az. Ha az ember otthagyja a masináját egy sötét helyen több mint egy órára, még akkor is, ha le van lakatolva, és riasztó is van rajta, és aztán, amikor visszatér, még mindig ott találja, hát az a bringások között esemény számba megy. Különösen akkor, ha a kérdéses bicikli egy Kawasaki ZZR 1100-as motorbicikli. Egy percig sem tagadom, hogy a japcsik csúnyán semmibe vették a leszabályt szabályt Pearl Harbornál, és az is biztos, hogy nem nagyon rúgnak labdába, amikor egy halat kell feltállalni az asztalnál, de mindenemre mondom, a motorbicajokról tudnak egy mást fordítsak el a gázkart ütközésig bármelyik sebességben ezen a masinán, és az átpréseli a szemgolyóidat a koponyát hátulján. Oké, oké, lehet, hogy ez nem éppen az az érzés, amit a legtöbb ember keres, amikor felmerül a személyszállítás kérdése, de mivel én ezt a motort egy Beggemon partin nyertem még hozzá úgy, hogy szédületes mázlival úgy tudtam kimenni, hogy először csak négy egyes párokat dobtam, aztán háromszor egymás után dupla hatost, meglehetősen kedveltem. Fekete volt és nagy, és még egy átlagos motorosnak is lehetővé tette, hogy ellátogasson más galaxisokba. Beindítottam a motort, épp elég hangosan bőgetve ahhoz, hogy jó néhány belgráviai pénzembert ferdiasszak legédesebb álmából, és elindultam Nothing Hill felé. Vissza kellett fognom magam az eső miatt, így aztán bőségesen volt időm elmerengeni az éjszaka történteken amit különösen nem tudtam kiűzni a fejemből, miközben a csúszós, sárgán megvilágított utcákon slalomozgattam a motoromon, az volt, amikor Szára megkért, hogy fejezzem be a jó pofáskodást. És az ok, amiért megkért, hogy fejezzem be, az volt, hogy volt egy haldokló a szobában. Newton társalgási törvénye, gondoltam magamban. Ebből az következett ugyanis, hogy nyugodtan folytathattam volna a mellébeszélést, ha a szobában nincs haldokló. És ez felvidított. Kezdtem azt gondolni, hogy ha nem tudom úgy irányítani a dolgok alakulását, hogy egy szép napon a lány és én együtt lehessünk egy olyan szobában, amiben nincsenek haldoklók, hát ne legyen a nevem James Finchem. Mint ahogyan persze nem is az. Miután visszatértem a lakásomba, végigcsináltam a szokásos rutinomat az üzenetrögzítővel. Volt rajta két semmitmondó sípszó. Egy téves szám, egy hívás egy barátomtól, ami már az első mondat közben megszakadt, ezt pedig három olyan ember hívása követte, akikről nem is akartam tudni, és akiket most mégis vissza kellett hívnom. Istenem, hogy mennyire utálom ezt a gépet! Leültem az íróasztalom elé, és átnéztem a napi postámat néhány számlát egyenesen a szemetesbe dobtam, és csak ezután jutott eszembe, hogy hiszen a szemetest valamikor korábban kivittem a konyhába. Ettől aztán ideges lettem. A posta maradékát begyömöszöltem a fiókba, és lemondtam arról a tervemről, hogy a rutin feladatok elvégzésétől fog helyreállni a fejemben minden. Túl késő volt már ahhoz, hogy hangos zenét tegyek fel, és más egyéb szórakozást nem találtam a lakásban, csak a viszkit. Így aztán felkaptam egy poharat és egy üveg The Famous Grouse-t töltöttem magamnak néhány únyival, aztán visszamentem a konyhába. Felöntöttem annyi vízzel, hogy a méltán híres kót viszkiből rémlik valami viszki lett, majd leültem az asztalhoz a kézi mert valaki egyszer azt mondta nekem, hogy ha hangosan kimondom a gondolataimat, az segít tisztábbá tenni a dolgokat. Megkérdeztem tőle, hogy működik -e ez a módszer a piszkos gatyáimmal is. Azt feleltem nem, de működik mindennel, ami csak a lelkemet nyomja. Betettem a masinába egy szalagot, aztán lenyomtam a felvétel gombot. Szereplők, kezdtem. Alexander Wolf, Sarah Wolf apja, egy csinos György korabeli ház tulajdonosa a Lája utcában, a Belgrávia negyedben. Vak és a rossz indulatú belső építészek munkaadója és a Gén Parker elnöke és vezérigazgatója. Ismeretlen fehér férfi, amerikai vagy kanadai, ötven körüli. Rayner. Hatalmas erőszakos, jelenleg kórházi kezelés alatt. Thomas Lang, 36, délakás, Westburn köz 42, azelőtt skótgárdista a leszerelés kitüntetése, kapitányi rangban. Az eddig ismert tények a következők. Nem tudom, miért beszélek így, a diktafon van a kezemben, de ez van. Uh, ismeretlen férfi megkísérli T. Lenget felbérelni azon célból, hogy elkövessen egy gyilkosságot évulf ellen. Leng elutasítja az ajánlatot, azzal érvelvén, vén, hogy ő egy óra való ember, akinek elvei vannak rendes úri uh, úriember. Számba vettem egy kort viszkit, a diktafonra néztem, és azon tűnődtem, vajon lejátszom-e valaha ezt a monológot valakinek. Egy könyvelő azt mondta nekem, észszerű beruházás diktafont vennem, mert leírhatom az adómból. De mivel adót egyáltalán nem fizettem, diktafonra egyáltalán nem volt szükségem, a könyvelőben pedig még annyira sem bíztam meg, hogy leköpjem, úgy tekintettem erre a masinára, mint a kevésbé észszerű beruházásaim egyikére. Hejó! Szóval Lenge elmegy Wolf házába azzal a feltett szándékkal, hogy figyelmezteti egy esetleges merénylet kísérletre. Wolf nincs otthon, Leng úgy dönt, feszegeti egy kicsit a kérdést. Itt rövid szünetet tartottam, amiből hosszú szünet lett, így aztán kortyolgattam még egy kis viszkit, és félretettem a diktafont, míg végig gondolom a dolgokat. A kérdés feszegetése részemről egy rövid mi a mm, szó kapcsolatban merült ki, és még azt is alig tudtam kiejteni a számon, Rénőr már is széket ragadott és fejbe vágott vele. Ezen kívül nem tettem más, mint hogy félholtra vertem egy embert, távoztam, és azt kívántam még hozzá teljes szívemből, hogy bár a másik felét is holtra vertem volna. És az ilyesmit az ember nem szívesen mondja Magnóra, ha csak nem biztos a dolgában. Mint ahogyan én megtöpentő módon egyáltalán nem voltam az. Mindemellett tulajdonképpen épp eleget tudtam már, hogy felismerjem Rénört, még mielőtt tudtam volna a nevét. Azt azért nem mondanám, hogy követett, de nagyon jó az arcmemóriám, ami kárpótol azért, hogy a nevekben viszont szánalmas vagyok, és a Rénőr arcát nem kifejezetten nehéz megjegyezni. Heathrow repülőtér egy kocsma Kings és a metró lejáró a Leicester Square-en. Épp elégséges a reklámnak bizonyult, még egy magamfajta idiótának is. Volt is egy olyan érzésem, hogy fogunk mi még találkozni. Így hát jó előre felkészültem arra a szomorú napra. Ellátogattam a Blitz Electronics üzletébe a Tottenham Court road ahol megszabadultam két font 80 penny egy 30 centi hosszú, nagy átmérőjű elektromos kábelért. Hajlékony, nehéz, és amikor banditákat és útonállókat kell helyben hagyni, akkor többet tud, mint bármelyik külön erre a célra gyártott gumibot. Csak egyetlen olyan eset van, amikor nem lehet fegyverként használni. Akkor, amikor az ember ott felejti a konyha szekrényében, méghozzá kibontatlanul. Ebben az esetben rendkívüli módon veszít a hatékonyságából. Ami az ismeretlen fehér férfit illeti, aki felajánlotta a gyilkolásos munkát, nos, semmi reményt nem tápláltam az iránt, hogy valaha még megtalálom. Két héttel ezelőtt Amsterdamban jártam, ahová egy Manchesteri bukmékert kísértem el, aki minden erejével próbálta elhitetni magával, hogy erőszakos ellenségei vannak. Engem is azért bérelt fel, hogy ezzel is igazolja a fantasmagóriáját. Így aztán tartottam neki a kocsik ajtaját, épületeket ellenőriztem le, orvlövészek után kutatva, miközben tudtam, hogy nincsenek ott. Aztán egy örökké valóságnak tűnő 48 órát töltöttem vele éjszakai bárokban, és néztem, ahogy a minden irányban szórja a pénzt, az én irányomat leszámítva, persze. Amikor végre kellőképpen elfáradt, akkor meg a szállodai szobában találtam magam, ahol pornófilmek nézegetésével próbáltam agyonütni az időt. Aztán megszólalt a telefon egy kiváltképp remek rész közben, még most is emlékszem, és egy férfi hang lehívott a bárba Megbizonyosodtam róla, hogy a bukméker jól be van takarva a finom puha prostiával egyetemben, aztán leoldalogtam, abban bízva, hogy megspórolhatok magamnak vagy 40 fontot, amit valami régi katonai haverből szándékoztam kierőszakolni néhány pohár jófajta italra. De aztán kiderült, hogy a hang a telefonban egy alacsony, kövér emberkéhez tartozott egy drága öltönyben, akit határozottan nem ismertem. És nem is igazán szerettem volna megismerni egészen addig, amíg berem a kabát zsebébe, és elő nem húzott egy kötek bankjegyet, ami legalább olyan vastag volt, mint én magam. Amerikai bankjegyek voltak. Elcserélhetőek árukra, vagy szolgáltatásokra, szó szerint több tízezer üzletben világszerte. Elém tolt egy száz dolláros bankót az asztalon át, és ettől az ezt követő öt másodpercben igazán a szívembe zártam a kis fickót, de aztán csak nem ugyanilyen hirtelen, a nagy szeretet el is illant leadta a háttéranyagot egy Wolf nevű emberről, hol él, mi csinál, miért csinálja, mennyiért csinálja. Aztán még hozzátette, hogy az asztalon heverő száz dollárosnak van ezer kis pajtása, és mind átkerülnének az én tulajdonomba, ha Wolf életét diszkréten kioltanám. Meg kellett várnom, amíg a bár felénkeső vége kireműrül, ami jó tudtam, nem tarthat sokáig. Amennyit kértek a szeszesitalokért, azt hiszem csak néhány tucat ember volt az egész világon, aki megengedhette magának, hogy ott maradjon még egy pohárra. Amikor a bár kiürült, odahajoltam a kövér emberhez az asztal fölött, és tartottam neki egy kis beszédet. Unalmas beszéd volt, de ő ennek ellenére figyelmesen hallgatott, mivel az asztal alatt átnyúlva megragadtam a heréit. Elmondtam neki, milyen ember vagyok én, milyen hibát követett el ő, és hogy mit törölhet ki a pénzével. Ezek után pedig búcsút vettünk egymástól. Ennyi volt, ennyi volt minden, amit tudtam. És fájt a karom. Lefeküdtem. Elég sok mindenről álmodtam, amivel nem is akarnálak most zavarba hozni, de a végén azt képzeltem, hogy ki kell porszívózni a szőnyegemet. Egyre csak porszívóztam és porszívóztam, de bármi okozta is a foltot a szőnyegen, nem akart kijönni. Aztán ráébredtem, hogy már nem halszom, és a folt a szőnyegen valójában napfény, mert valaki elhúzta a függönyöket. Szempillantás alatt összerántottam magam. Összekuporodtam, a testem megfeszült, felvettem a gyere csak és próbákhoz testtartásomat, markomban az elektromos kábellel, szívemben készen a véres gyilkolásra. De akkor rá kellett jönnöm, hogy ezt is csak álmodtam. És hogy a valóságban fekszem az ágyban, és egy nagy szőrös kezet bámulok az arcomhoz egészen közel. Aztán a kéz eltűnt, és ott maradt egy gőzölgő bögre, valamint egy ismerős forrázat illata, ami a PG Tips márkanév alatt került kereskedelmi forgalomba. Talán ez alatt a szempillantás alatt láttam be azt is, hogy azok a behatolók, akik el akarják misszantani az ember torkát, nem teszik fel a teavizet, és nem húzzák el a függönyt. Hány óra? A 35 perccel múlott el nyolc óra. Itt az idő egy kis finom cornflakeshez, Mr. Bond. Feltápászkodtam az ágyban, és ránéztem szalomonra. Pont olyan alacsony és vidám volt, mint mindig, és ugyanaz a rettenetes esőkabát volt rajta, amit még a Sunday Express végén lévő hirdetésekből választott. Feltételezem, egy lopást jöttél kivizsgálni. Marogtam, és addig dörzsöltem a szemem, amíg kis fehér fényes pontokat nem kezdtem látni. És miféle lopás lenne az uram? Szalomon mindenkit uramnak szólított, leszámítva a feletteseit. Az ajtócsengőm ellopása, világosítottam fel. Amennyiben a magad szarkasztikus stílusában a jelen helyiségbe való csendes behatolásomra utalsz, akkor engedd meg kérlek, hogy emlékeztesselek rá, hogy én a fekete harcművészet gyakorlója vagyok, és a gyakorlóknak azon okból, hogy kiérdemeljék -e elnevezést, gyakorolniuk kell. Most pedig légy jó fiú, és kapj magadra valami göncöt, késésben vagyunk. Eltűnt a konyhában, és hallottam, hogy a 14. századbeli kenyérpirítóm kattogni és búgni kezd. Kiket az ágyból, elfintorodtam a fájdalomtól, mikor ránehezettem a balkaromra. Felkaptam egy inget, egy nadrágot, és a vámmal kivonultam a konyhába. Szalomon már megterített a konyhaasztalon, és kitett némi pirítóst egy olyan tartóra, aminek a létezéséről addig nem is tudtam. Elképzelt, hogy hozta magával, de nem túl valószínű. Még egy kis teát, plébános úr? Honnan késünk? Kérdeztem. Egy találkozóról, gazdurom, egy találkozóról. Nos, van nyakkendőd? Nagy barna szemelem hitelén csillogott rám. Van kettő, is nyugtattam meg. Az egyik a Gerry Club nyakkendője, aminek nem is vagyok a tagja, a másik pedig a WC víztartáját erősíti a falhoz. Leültem az asztalhoz és láttam, hogy még egy üveg kilős narancs narancslekvárt is talált valahol. Soha nem jöttem rá, hogy csinálja ezeket a dolgokat, de Szolomon beletúrhatott akár egy szemetesbe is, és ha éppen arra volt szükség, hát egy autót is elő tudott húzni belőle. Ilyen embert érdemes magunkkal vinni egy sivatagi útra. És talán épp egy ilyen útra indultunk. Szóval, gazdurám, mi fedezi manapság a számláidat? félfenékkel az asztalon pihent, és nézte, hogyan eszem. Azt reméltem te. A narancslepár nagyon finom volt, és szerettem volna hosszasan élvezni, de láttam Szalomonon, hogy alig várja, hogy induljunk végre. Az órájára pillantott, majd eltűnt a hálószobámban, ahol hallottam, hogy végig túrja ruhás szekrényemet, igyekezve találni egy zakót. Az ágy alatt! kiáltottam be neki. Felvettem a diktafont az asztalról, még mindig benne volt a szalag. Miközben benyakoltam a teát, Szalomon visszatért kezében egy dupla soros zakóval, amiről hiányzott két gomb. Úgy tartotta a kezében, akár egy inos. A helyemen maradtam. Ó, gazduram, mondta. Ne légy már ilyen körülményes. Addig ne, míg véget nem ér az aratás, és az összvérek meg nem pihennek. Mondd már meg, hogy hová megyünk. Végig az utcán egy nagy fényes autóban, imádni fogod. És ha jó leszel, hazafelé kaphatsz fagylaltot. Lassan talpra kecmenettem, aztán magamra kaptam az akót. David, szólítottam. Még mindig jelen gazdoram. Mi történik? Csücsörített a szájával, és kis elkomolyodott. Hogy lehet ilyen kérdéseket feltenni? Nem hagytam magam. Bajban vagyok? Kérdeztem. Az arca még komolyabb lett, aztán felnézett rám nyugodt, állhatatos szemmel. Ah, úgy néz ki. Úgy néz ki? Van egy harminc centis nehéz kábel abban a fiókban. A fiatal úrfi választott fegyverneme. Na és? Apró, udvarias mosolyt lövelt felém. Ez valakinek bajt jelent. Ugyan már, David, mondtam. Már hónapok óta megvan. Össze akartad rótozni két dolgot, amit nagyon közel vannak egymáshoz. Na igen, persze. A számla két napos. Még mindig benne van az acskóban. Egymásra néztünk. Sajnálom, gazduram, törte meg a csendet. Fekete harcművészet. Menjünk. Az autó egy rover volt, ami azt jelentette, hivatalos az ügy. Senki nem vezet ilyen idiót a autót, a fa és a bőr képtelen egyvelegével, amik a belső tér minden egyes összeillesztésénél és résénél rosszul vannak beragasztva, ha csak nem muszáj mindenképpen. És csak a kormánynak, meg persze a rover vezetőségének muszáj. Nem akartam Szolomont beszélgetéssel megzavarni vezetés közben, mert igen feszült volt a kapcsolat az autókkal, és még azt se szívelte, ha az ember bekapcsolta a rádiót vezetéshez való kesztyűt viselt, vezetéshez való sapkát, vezetéshez való szemüveget és vezetéshez való arckifejezést. És kanyarodás közben egy pillanatra ki nem volna a kormányt a kezei közül, éppen úgy, ahogyan bárki más se, egészen négy másodperccel azután, hogy letette a vezetői vizsgát. De miközben elhajtottunk a Horse Guards Parade mellett többé-kevésbé 40 km per órás sebességgel, azt gondoltam megkockáztatom. – Feltételezem, nincs rá semmi esély, hogy megtudjam, mi az, amit állítólagosan tettem. Szolomon szóval a fogát hívta, még keményebben szorította a kormányt és dühötten koncentrált, miközben bevettünk egy különösen embert próbáló, nagy, széles és teljességgel üres útszakaszt. Miután ellenőrizte a sebességünket, a fordulatszámot, az üzemanyagot, az olajnyomást, a hőmérsékletet, az időt, a biztonsági övét, természetesen kétszer, úgy döntött, talán megengedheti magának, hogy válaszra nyissa a száját. Azt kellett volna tenned, mondta összeszorított fogaink keresztül, hogy továbbra is jó és nemes maradsz gazduram, amilyen mindig is voltál. Beálltunk a védelmi minisztérium mögötti udvarra. Na, és nem így tettem? Érdeklődtem. Bingo, parkolóhely! Meghaltunk, és a megybe jutottunk. Habár ki volt függesztve egy hatalmas biztonsági figyelmeztetés, miszerint minden a Védelmi Minisztériumhoz tartozó létesítmény narancssárga riadós készültségben áll, az ajtóban álló őrök minden hacacáré nélkül átengedtek minket, épp hogy csak vetettek ránk egy futó pillantást. A brit biztonsági őrök megfigyeléseim szerint mindig ezt csinálják ha csak történetesen nem abban az épületben dolgozol, amit őriznek, mert ebben az esetben mindent átvizsgálnak, kezdve az ember fogtöméseivel egészen a nadráge felhajtójáig, hogy minden kétséget kizáróan megbizonyodhassanak afelől, hogy ugyanazzal az emberrel van dolguk, mint aki negyedórával korábban kiugrott venni egy szendvicset. Ha azonban egy idegen arccal találják magukat szemben, azt minden kertelés nélkül beengedik, mert őszintén szóval meglehetősen kínos lenne egy ilyen embert kitenni bármiféle kellemetlenségnek. Ha azt akarod, hogy egy hely megfelelőképpen biztosítva legyen, vegyél fel németeket. Szolomonnal felcaplattunk három emeletnyi lépcsőn. Végig trappoltunk vagy fél tucat folyosón, kétszer liftesztünk, és ekközben ő többször is bejelentkeztetett engem az út bizonyos állomásain, még végül meg nem érkeztünk egy sötétzöld ajtóhoz, amin a C-188-as felirat állt. Szolom kopogtatott, mire egy női hang először azt mondta, pillanat, majd azt, hogy rendben. Oda bent, egy méternyire volt a szemközti fal. És a fal meg az ajtó között ezen a hihetetlenül parányi helyen egy lány ült egy íróasztalnál citromsárga blúzban, az asztalon szövegszerkesztővel, cserepes virággal, egy ceruzával teli bögrével, valami szőrös kacattal és kötegnyi narancsárga papírral. Felfoghatatlan volt, hogy bárki vagy bármi hogyan tudhat egy ekkora helyen működni. Olyan volt, mint a váratlanul felfedeznél egy egész vidra családot az egyik cipődben már valaha történt veled ilyesmi. Várja magukat, mondta, és mindkét karját aggodalmaskodóan kinyújtva az asztal fölött tartotta abbeli félelmében, hogy elmozdítunk valamit. Köszönjük is, asszony, mondta Szolomon, és átpréselte magát az asztal melletti szűk helyen. Agorafóbia? Tréfálkoztam, miközben követtem Szolomont, és ha lett volna rá elegendő hely, azonnal meg is rúgom magam, mert szegény lány naponta valószínűleg ötvenszer hallhatja ugyanezt az elmés megjegyzést. Szolomon bekopogott a belső ajtó, aztán besétáltunk. Minden négyzetmétert, amit a titkárnőtől elraboltak, ebbe az irodába tettek bele. Itt magas volt a mennyezet, két oldalt hatalmas ablakok voltak kormányzati hálófüggönyökkel, a két ablak között meg egy akkora íróasztal, mint egy squash pálya. Az asztal mögött egy kopaszodó férfi ült, és összpontosításba merülve lehajtotta a fejét. Szolomon a perzsaszőnyek középső rózsája felé tartott, én pedig közvetlenül a bal vállam mellett álltam meg. – Mr. O'Neill – mondta Szolomon – itt van leng. Vártunk. O'Neill feltéve, hogy ez az igazi neve volt, amiben erősen kételkedtem, úgy nézett ki, mint mindenki, aki hatalmas íróasztal mögött től. Az emberek azt mondják, hogy a kutyatulajdonosok elkezdenek hasonlítani a kutyájukra, de én mindig azt gondoltam, hogy ugyanez igaz, hanem még igazabb az íróasztal tulajdonosokra és az íróasztalukra. Ez az asztal óriási lapos felületű volt, nagy lapos fülekkel és rengeteg hasznos gémkapocs tárolóhelyjel. Még a férfi sima, mindenféle szőrzetet nélkülöző arca is egybevágott a vakítóra fényezett asztallappal. Drága ingújban volt, Zakónak nyoma sem volt sem elle. Azt hittem fél tízben maradtunk, közölte Onil, anélkül, hogy vetett volna akár ránk, akár az órájára is egyetlen pillantást. A hang teljességgel hiteltelen volt. Előkelő közönösséget igyekezett mímelni, és épp hogy csak egy mérfölddel lőtt mellé. Hangja feszült volt és éles, és más körülmények között sajnáltam is volna Mr. oneill Feltéve, hogy ez az igazi neve volt, amiben erősen kételkedtem. Hi, de ezt már mondtam. – Attól tartok, igen, nagy volt a forgalom – szabadkozott Szolomon. – Olyan gyorsan jöttünk, amennyire csak tudtunk. Szolomon kinézett az ablakon ezzel, mint egy jelezvén, hogy a részéről befejezetnek tekinti az ügyet. Onél megbámulta őt, majd rám nézett, aztán visszatért a – most éppen valami roppant fontos dolgot olvasok – című nagy jelenetéhez. Most, hogy Szolomon épségben leszállított engem, és nem keverhettem többé bajba, úgy döntöttem – ideje kiállnom magamért. jó reggelt, Mr. O'Neill! Kezdtem, de olyan hangosan, hogy egészen hülyé hangzott. A hangom a túlsó farról visszhangzott. Sajnálattal látom, hogy ez nem a legmegfelelőbb időpont önnek. Valójában nekem se túl jó. Tudja mit? Szólok a titkárnőmnek, hogy egyeztessen egy új időpontot az ön titkárnőjével. Sőt, ebédeljenek együtt a titkárnőjünk. Legyen végre igazság a földön. Onél csikorgatta a fogait egy ideig, majd olyan tekintettel nézett rám, amit minden bizonyal áthatónak gondolt. Miután kellőképpen túljátszotta ezt is, letette a papírjait, a kezeit pedig az asztal két szélére fektette. Aztán az asztalról levéve az ölébe tette őket. Aztán rám lett ideges, amiért láttam, ahogy végigjátsza ezt a kínos sorozatot. – Mr. Lang – mondta idegen – tudja maga, hol van? – Láthatóan előre begyakorolt módon csücsörített a szájával. E, úgy van, Mr. tudom. A C-188-as szobában vagyok. Maga a védelmi minisztériumban van. Hmm, és micsoda szép helyen? Esetleg nem akadna néhány szék? Haragosan mellett rám, majd oda Solomonnak, aki odament az ajtóhoz, és egy 19. századi utánzat félét vonzott a szőnyek közepére. Egy tapottat sem mozdultam. – Foglaljon helyet, kérem, Mr. Lang. Köszönöm, inkább állnék. Vágtam vissza. Ez láthatóan betalált. Régebben mindig ilyesmiket csináltunk az iskolában a földrajztanárunkkal. Kétfél év után el is ment, hogy pap legyen a nyugati szigetekkel. – Elmondaná, kérem, hogy mit tud Alexander Wolfról? – kérdezte O'Neill. Majd könyökével az asztalon támaszkodva előrehajolt, és én megpillantottam egy felcsillanó aranyórát. – túlságosan aranyszínű volt ahhoz, hogy valódi arany legyen. Melyikről? Elkomorult. Hogy érti ezt, hogy melyikről? Hány Alexander Wolfot ismer? Némán mozgattam a számat magamban számolva. Ötöt mögtem ki végül. Ingerültem felsóhajtott. Annak az Alexander Wulfnak, akire az imént utaltam, volt, van egy háza Lájel utcában, Belgráviában. Magyarázta a szarkasztikus okoskodásnak abban az egyedi hangnemében, amit előbb-utóbb minden íróasztal mögé szorult angol elsajátít. Láj el utcát, persze, hitetlenül ráztam a fejem, akkor hatott. Onél szolomon felé lövelt egy pillantás, de onnan sem kapott segítséget. Visszafordult felém, arcán hátborzongató mosolya. Magától szeretném megtudni, Mr. leng. mit tud róla? Van egy háza a utcában, Belgráviában, mondtam ártatlanul. Ez segít? Ekkor O'Neill más stratégiát választott. Mély lélegzetet vett, és lassan kifújta a levegőt, amivel azt próbálta jelezni, hogy tömzsi teste alatt egy jól olajozott gyilkológép lapul, és hogy a legkisebb kiváltó ok is elég, hogy egy pillanat alatt az asztal túlsó felén teremjen, és félholdra verjen. Elég szállalmas produkció volt. Benyúlt egy fiókba, és kivett belőle egy barnás színű aktát, majd mérgesen lapozgatni kezdte. Hol volt tegnap este 10.30-kor? Az elefántcsont parton szörföztem. Vágtam rá szinte még azelőtt, hogy befejezte volna a kérdést. Komoly kérdést tettem fel magának, Mr. Lang, mondta O'Neill. Azt tanácsolom még hozzá nyomatékosan, hogy adjon komoly választ. Én pedig azt mondom, semmi köze hozzá. Semmi közöm? kezdte. A maga dolga a védelem. Hirtelen kiabálni kezdtem úgy igazából kiabálni, és a szemem sarkából láttam, hogy Szolomon felém fordul és figyel. És aminek a védelemét megfizetik magát, az nem más, mint az én ahhoz való jogom, hogy azt csináljak, amit akarok, anélkül, hogy egy csomó kibaszott kérdésre kelljen válaszolnom. Ekkor visszakapcsoltam normálisba. Még valami? Nem válaszolt. Így aztán sarkon fordultam, és elindultam az ajtó felé. Viszlát, David! Betettem oda Szolomonnak. Szolomon sem szólt egy szót sem. Már az ajtó kilincsén volt a kezem, amikor Onil megszólalt. Leng, szeretném, ha tudná, hogy hatalmamban áll letartóztatni magát abban a percben, ahogy kilép az épületből. Visszafordultam és ránéztem. És mégis miért? Hirtelen kezdett nem tetszeni a dolog. Nem tetszett a dolog, mert most először, mióta betettem a lábam az irodájába, Onil nyugodnak tűnt. Gyilkosságra való összeesküvésért. A szoba nagyon csendes volt. Összeesküvésért? Kérdeztem vissza. Biztos tudod, milyen az, amikor magával ránt a dolgok folyása. Normál esetben a szavakat az agy a száj felé küldi, és valahol útközben az ember rászán egy pillanatot arra, hogy leellenőrizze őket, csak hogy lássa, tényleg azok lettek megrendelve, meg hogy szépen be is vannak csomagolva, hogy aztán bebugyolálva a szájpadlás felé őket, majd ki a friss levegőre. De amikor az embert magában rántja a dolgok folyása, a dolog ellenőrzési része gyakran kiesik. Onil. Három szót ejtett ki a száján. Gyilkosságra való összeesküvésért. A helyes szó, amit hitetlenkedő hangnemben el kellett volna ismételnem, a gyilkosság lett volna. A lakosság egy apró és pszichiátriailag zavarodott része a való szócska mellett tette volna le a voksát, de az egyetlen szó a háromból, amit semmiképpen nem kellett volna elismételnem, az az összeesküvés volt. Természetesen, ha újra lezajlott volna közöttünk a beszélgetés, másképpen csináltam volna a dolgokat. De nem zajlott le. Szolomon engem bámult, onél pedig Szolomont. Én egy verbális szemetes lapáttal és söprővel foglalatoskodtam. Mi a pokorról beszél? Tényleg nincs semmi jobb dolga? Ha arról a bizonyos tegnap esti ügyletről beszél, akkor tudnia kell, feltéve, hogy alógozta a vallomásomat, hogy azért, soha életemben nem láttam azt a férfit, hogy egy törvény ellenes támadás ellen védtem magam, és hogy a küzdelem során ő beverte a fejét. Hirtelen tudatára ébredtem, milyen szerencsétlen kifejezés is ez. A rendőrség, folytattam, azt állította, hogy teljesen elégedettek is. Elhallgattam. Onil hátradőlt a székében, két kezét összekulcsolta a feje mögött. Mindkét hónalja alatt tíz is nagyságú izzadság volt mutatkozott. Nos, természetes, hogy elégedettek voltak, nem igaz? kérdezte, és rettentően magabiztosnak tűnt. Várt, hát a mondok valamit, de hirtelen semmi értelmes nem jutott az eszembe, így hát hagytam, hadd folytassa mivel ők akkor még nem tudták azt, amit mi már tudunk. Felsóhajtotta. Ó, Istenem, annyira magával ragad ez a beszélgetés, hogy menten elered az orrom vére. Mi az, amit most már tudnak, ami olyan kibaszott fontos, hogy ide kellett rángatniuk ebben a vajukban nevetséges időpontban? Ide rángatni? Kérdezte és felvonta a szemöldökét, Szolomon felé fordult. Maga ide rángatta Mr. Lengert. O'Neill hirtelen átváltott affektálóba és szellemeskedőbe, és ez émeítő látvány volt. Szalomont minden a pont ugyanúgy elborzasztotta a dolog, mert nem válaszolt. Az életem elapad ebben a szobában, mondta mingerülten. Rátérne végre valahára a lényegre? Ám legyen, mondta O'Neill. Most már tudjuk, de a rendőrség akkor még nem tudta, hogy egy héttel ezelőtt magának volt egy találkozója egy McCluskey nevezetű kanadai fegyverkereskedővel. McCluskey felajánlott magának százezer dollárt, amennyiben kivégzi Wolfot. Most már tudjuk, hogy elment Wolf londoni lakására, és hogy ott szembe találta magát egy Rainer nevű férfival, úgyis mint Wyatt, úgyis mint Miller, aki Wolf törvényes alkalmazásában állt, testőri beosztásban. Tudjuk, hogy Rénőr súlyos sérüléseket szenvedett ennek a konfrontációnak az eredményeképpen. A gyomrom ekkor azt hiszem golflabda méretűvé, sűrűségűvé zsugorodott. A hátamon, amatőr módon végigfutott egy izzadtságcsepp. csepp. Onélnek volt még további mondandója is. Tudjuk, hogy a rendőrségnek előadott története ellenére tegnap éjjel nem egy, hanem két segélyhívást adtak le a házból. Az elsőben csak a mentőket hívták, és csak a másodikban a rendőrséget. A hívások között 15 perc telt el. Tudjuk, hogy a rendőrségnek álnevet adott meg, amelynek okait egyelőre még vizsgáljuk. És végül, és ekkor úgy nézett fel rám, mint valami csapnivaló bűvész egy nyullal teli kalappal a kezében, tudjuk, hogy 29.400 fontnak megfelelő összegű amerikai dollárt utaltak át a Swiss Cottage-nél lévő bankszámlájára négy nappal ezelőtt. Ezzel becsukta az aktát, és elmosolyodott. Kezdetnek ennyi elég? Onél irodájának a közepén ültem a székem. Szolomon elment csinálni egy kis kávét nekem, és egy kamilla teát saját magának. A világ kezdett valamelyest lelassulni. Nézze, kezdtem a védőbeszédembe, tökéletesen nyilvánvaló, hogy valamilyen okból be akarnak mártani. Kérem, magyarázza el nekem, Mr. Lang, mondta O'Neill, hogy ez a következtetés mitől olyan nyilvánvaló? Ah, már megint ez a hülye affektálás. Mély lélegzetet vettem. Nos, először is el kell mondanom magának, hogy semmit sem tudok arról a pénzről. Bárki átutalhatta a világ bármely bankjából. Elég egyszerű dolog. Onil hatalmas hűhó csapva eltávolította a Parker tolla tetejét, és leírt pár dolgot egy jegyzettömre. Aztán meg ott a Wolf lánya, folytattam. Ő látta a verekedést kezeskedett értem tegnap a rendőröknek. Őt miért nem hozatták be ide? Kinyílt az ajtó, és behátrált rajta Szolomon három csészét egyensúlyozva a kezében. Valahol útközben megszabadult a barna esőkabátjától, és most egy ugyanolyan színű cipzáras kardigánban feszített. Onílt ez láthatóan idegesítette, és még én is beláttam, hogy ez az öltözék valóban nem állt összhangban a szoba általános színvonalával. Biztosíthatom, hogy szándékunkban áll Wolf kisasszonyt meginterjúvolni egy megfelelő pillanatban, mondta O'Neill, és óvatosan belekortyolt a kávéjába. Mindazonáltal jelen részleg első számú problémája nem más, mint maga. Mr. Lang magát felkérték egy merénylet végrehajtására. A beleegyezésével vagy anélkül, de egy bizonyos összeget átutaltak a bankszámlájára. Megjelenik a célpont házában, és kis hiány megöli a testőrét. És aztán, na várjunk csak, vágtam közben. Várjunk csak egy kibaszott pillanatig. Mi ez az egész testőrhistória? Wolf otthon se volt. Onil idegtépő nyugalommal nézett vissza rám. Úgy értem folytattam, mégis hogyan őriz egy testőr egy olyan testet, ami nem is tartózkodik ugyanabban az épületben? Telefonon? Jaj, persze, ez lenne a digitális testőrködés, ugye? Maga átkutatta a házat, nem igaz, Leng? kérdezte O'Neill. Oda ment a házba, és átkutatta, mert Alexander Wolfot kereste. Az ajkai körül ügyetlen kis mosoly rángatózott. A lánya mondta, hogy nincs otthon, mondtam, és rémideges volt a mosolyától. És különben is bekaphatja. Erre kise összerándult. Mind a mellett, szólalt meg végül, Jelen körülmények között a maga felbukkanása a házban megéri nekünk a magára fordított időt és energiát. Még mindig nem értette. Miért? kérdezte. Miért maguk foglalkoznak az ügyjel? Miért nem a rendőrség? Mi olyan különleges vúvban? Oniről szalmanra néztem. És ha már itt tartunk, mi olyan különleges bennem? Ekkor megcsörrent a telefon Onil asztalán, ő pedig gyakorlott mozdulattal a telefonzsinót a könyöke mögé pöccintve kapta fel a kagylót és emelte a füléhez. Miközben beszélt, engem nézett. Igen? Igen, úgy van. Köszönöm. A kagyló egy pillanattal később ismét a helyén pihent mozdulatlanul. Ahogy figyeltem a mozdulatait, biztosra vettem, hogy a telefon kezelése onil igazi erőssége. Felfirkált valamit a jegyzett tömbjére, aztán a fejével biccentve odahívta Szolomont az asztalához. Szalomon megnézte a papírlapot, majd mindketten rám néztek. Onil mindezt vidám, a hatékony kis mosolyjal kérdezte. Folyosó melletti, vagy inkább ablak melletti ülést óhajt? Kezdtem egy kis émejegni. Nem, nincs. Hozzáférése bármilyen lőfegyverhez? A katonaság óta nincs. Értem, mondta O'Neill, és bólintott egyet magának. Hosszú szünetet tartott, közben újra ránézett a jegyzettömbjére, hogy egész biztosan stimmeljen minden részlet. Ezek szerint annak híre, hogy találtak a lakásában egy 9 mm Browning pisztolyt 15 tárnyi lőszerrel, meglepetésként éri most magát, ugye? Eltűnődtem a dolgom. Inkább az lep meg, hogy átkutatják a lakásomat. Amiatt ne fájjon a fejem. Felsóhajtottam. Rendben, mondta meg a dolom. Nem, nem lett meg különösebben. Ezt hogy érti? Úgy értem, kezdem megérteni a mai nap történéseit. Onél és Szolomon értetlenül bámult rám. Ó, már, mondtam. Bárki, aki kész arra, hogy 30 ezer fontot adjon ki csak azért, hogy engem bérgyilkosnak tüntessen fel, feltehetően nem riad vissza attól sem, hogy potom 300 fontot fordítson arra, hogy olyan bérgyilkosnak tüntessen fel, akinek van fegyvere, és aki ő felbérelhet. Oni az alsó ajkádba brát egy ideig. Mutató és hüvelykújja közé fog vannak két szélét. Mm, van itt egy kis gond, Mr. Lang. Nem gondolja? Igen? Úgy bizony, úgy vélem, igen mondta. Elengedte az alsó ajkát, ami árván vigyeszkedett tovább, mint ami nem akarja újra felvenni az eredeti alakját. Maga vagy bérgyilkos, vagy valaki annak akarja feltüntetni magát. Az a gond, hogy minden egyes bizonyíték, ami a birtokunkban van, ugyanolyan mértékben támasztja alá mindkét lehetőséget. Nagyon komplikált a helyzet, vállat vontam. Ez lehet az oka, hogy ilyen nagy íróasztalt adtak maga alá. Vetettem oda foghegyről. Végül aztán kénytelenek voltak elengedni. Bármi volt is az oka, nem akarták bevonni a rendőrséget egy jogtalanul birtokolt lőfegyverügybe, és a Védelmi Minisztérium, legjobb tudomásom szerint, nincs felszerelve saját vizsgálati fogházzal. Onil elkérte az útlevelemet, és mielőtt még belekezdhettem volna a mesémbe, hogy sajnos elveszítettem a szárítóban, Szolomon előkapta az oldal zsebéből. Megkértek, hogy maradjak elérhető, és hogy tudassam velük, ha a jövőben újra különös alakok lépnek velem kapcsolatba. Nem nagyon volt más választásom, így ezt nem beleegyeztem. Miközben távoztam az épületből, majd elsétáltam a St. James Park mellett az áprilisban ritkaság számba menő napsütésben. Próbáltam rájönni, máshogyan érzem -e magam, tudva, hogy Rainer csak a munkáját végezte. Azon is eltűnődtem, hogy miért is nem tudtam, hogy Wolf testőre volt. Vagy hogy egyáltalán Wolfnak volt testőre. De ami még ennél is sokkal, de sokkal lényegesebb kérdés volt – Miért nem tudott erről Wolf lánya? Az az igazság, hogy sajnáltabb magam. Ahhoz hozzá vagyok már szokva, hogy nincs egy vasam se, és a munkanélküliséggel is rég baráti a viszonyunk. Hagytak már el nők, akiket szerettem, és túl vagyok már néhány brutális fogfájáson is. De valahogy ezek közül a dolgok közül egyik sem fogható ahhoz az érzéshez, hogy a világ összeesküdött az ember ellen. Kezdtem olyan barátokat felidézni gondolatban, akikhez segítségét fordulhatnék, de mint mindig, amikor hasonló társadalmi audienciákon járt az eszem. Most is rá kellett ébredem, hogy közülük túl sokan voltak külföldön, vagy halottak, vagy olyan emberek házastársai, akik ki nem állhatnak engem, vagy éppenséggel nem is igazán voltak barátaim, ha jobban belegondoltam. Így történt, hogy egy telefonfülkében találtam magam a Pikedilin, és Polit kértem a telefonban. Attól tartok, most épp a bíróságon van, mondta egy hang. Szeretne üzenetet hagyni? Mondja meg neki, hogy Tomás Leng kereste. És ha nem lesz ott ebédidőben a Simpsonsban, a Stranden, pontosan egykor, akkor búcsút intet a jogi pályájának. Búcsút a jogi pályájának, olvasta vissza az irodista. Átadom neki az üzenetét, amint beszól ide Mr. Leng. Viszont hallásra. Póli, teljes nevén Paul Lee, meg én szokatlan viszonyt ápoltunk. Szokatlan volt, mert bár minden néhány hónapban összefutottunk, pusztán társasági értelemben, kocsmázások, vacsora, színház, opera, amit Póli imádott, egyikünk sem csinált titkot abból, hogy szemernyi vonzalmat sem érez a másik iránt. Egy fikar szint sem. Ha az érzéseink a gyűlölet mélységeiben jártak volna, lehetett volna akár a szeretet egyfajta eltorzult kifejezéseként is értelmezni őket, de mi nem gyűlöltük egymást, egyszerűen csak nem kedveltük a másikat semmi több. A szememben Póli egy ambiciózus, kapzsi és beképzelt figura volt, ő pedig engem lusta, megbízhatatlan és trehány alaknak tartott. Az egyetlen pozitív dolog, amit el lehetett mondani az úgynevezett barátságunkról, az a kölcsönösség volt. Találkoztunk, eltöltöttünk egy órácskát egymás társaságában, és búcsúzáskor pont ugyanolyan mértékben éreztük, hogy végül is mi is lehetnénk a másik helyében. És cserébe, amiért fizetett nekem, vagy 50 font értékű marhasültet és bordói vörösbort, Póli bevallotta, hogy egészen pontosan 50 fontnyi felsőbbrendűségi érzésre tetszett azzal, hogy meghívott ebédre. Kölcsön kellett kérnem egy nyakkendőt az étterem recepciósától, ő pedig azzal büntetett, hogy választottam egy lila nyakkendő meg egy lila nyakkendő közül. De háromnegyed egykor már a Simpsons egyik asztalánál ültem, és a reggeli kellemetlenségek egy részét egy nagy volt katonikkal igyekeztem leöblíteni. A többi vendég nagyrészt amerikai volt, ami megmagyarázta, miért vagy jobban a bélszín, mint a báránysült az amerikaiaknak sohasem sikerült megbarátkozniuk a gondolattal, hogy bárány tegyenek. Azt hiszem, azt gondolják, hogy ez puhányságra vallana. Póli pontosan egykor érkezett, de tudtam, hogy bocsánatot fog kérni a késésért. – Bocs, hogy késtem, – mondta. – Mit iszol, vodkát? Hozzan nekem is egyet! A pincér elsuhant, Póli pedig körbenézett a teremben, miközben végig simította a nyakkendőjét az ingén, időről időre előre tolva az állát, hogy enyhítse a gallérja nyomását a nyakán. Mint mindig, a haja most is frissen mosott és magulátlan volt. Azt állította, ez jó benyomást tesz az esküdtekre, de amióta ismertem, a haja imádata mindig is Póli egyik gyengéje volt. Igazság szerint a testalkatát illetően nem volt épp megáldva, de cserébe az alacsony, tömzsi vézna testért Isten szép hajzuhatagot adott neki, amit valószínűleg egyre fakuló színben, de egész 80 éves koráig meg is fog őrizni. Egészségünkre, Póli, mondtam, és benyakaltam egy kis vodkát. Egészségünkre! Na, és hogy mennek a dolgok? Póli soha nem nézett az emberre, amikor beszélt hozzá állhattál volna akár egy téglafalnak simulva is, akkor is átnézett volna a vállat fölött. Jól, jól, hazudtam. És neked? Felmentettem a kis rohadékot végül. Megrázta a fejét, arcán hitetlen kifejezéssel. Olyan ember volt, akit folyamatosan lenyűgözött önnön nagyszerűsége. Nem tudtam, hogy az ügyfeleid közt vannak kis rohadékok, Póli. Nem mosolygott. Póli azt hiszem csak hétvégeken mosolyodott el. Hát igen, mondta. Tudod, az az űrge, akiről meséltem, halára verte az unoka öcsét egy ásóval, felmentettem. De nekem azt mondta, ő Így is van. De akkor hogy sikerült? Hazudta, mint a szar, magyarázta. Te mit eszel? Kölcsönösen meghallgattuk egymás karrierjének újabb fejleményeit, miközben a levesünkre vártunk. Engem Póli valamennyi diadala halára untatott, őt pedig az én összes kudarcom boldoggá tette. Megkérdezte, rendben vagyok-e anyagilag, bár mindketten tisztában voltunk vele, hogy a legcsekélyebb hajlandóságot sem mutatta volna a megsegítésemre ezügyben, ha rászorultam volna. Én pedig kifaggattam a múltbeli és eljövendő nyaralásairól. Póli igen nagyra tartotta a nyaralásokat. Kibérelünk egy hajót a tengeren, búvárkodás, szörfözés, amit akarsz. Első osztályú sév, meg minden. Vitorlás vagy motoros? Vitorlás. Egy pillanatra összeráncolta a homlokát, amit a rögtön vagy húsz éve Habár most, hogy jobban belegondolok, valószínűleg lesz rajta motor is. De a legénység dolga az ilyesmivel foglalkozni. Na, és te mész nyaralni valahová? Még nem gondolkoztam rajta, mondtam. De te amúgy is mindig nyaralsz, nem? Nem is tudsz honnan kivenni szabadságot. Ez szép volt, Póli. Miért, nem így van? A katonaság óta csináltál valamit? Tanácsadást. Tanácsadás a seggem. Hát, Póli, ezt csak te tudhatod. Hagytam rá. Oké, jól van. Akkor inkább kérdezzük meg az élelmezési tanácsadónkat, hogy hol a francból a levesünk. Ahogy körbenéztünk a pincért keresve megpillantottam a követőimet. Két férfi volt, az ajtó melletti asztalnál ültek, ásványvizet ittak, és amint feléjük néztem, elfordultak. Az idősebbik úgy nézett ki, mintha ugyanaz a valaki tervezte volna, mint aki Szolomont létrehozta, a fiatalabb pedig még csak igyekezett olyanná válni. Mindkettő megbízhatónak tűnt, és egyelőre meglehetősen örültem is a jelenlétüknek. Miután megérkezett a leves, Póli megkóstolta és elfogadhatónak ítélte. Ekkor elérkezettnek láttam az időt. Kissé közelebb húzódtam a székemmel, és odahajoltam hozzá. Eredetileg nem is terveztem, hogy kifaggatom, de aztán arra jutottam, úgy sincs vesztenivaló. való. neked valamit a Wolf név, Póli. Ember vagy vállalat? kérdezte. Ember, mondta. Amerikai, azt hiszem. Üzletemmel. Mit csinált? Részegen autóba? Az ilyesmivel már nem foglalkozom. Vagy ha mégis, akkor csak is egy zsák pénzét. Amennyire tudom, nem csinált semmi törvénybe ütközött, mondtam. Csak kíváncsi voltam, hallottál-e róla? A cég neve Gén Parker. Poli vállat vont, és apró darabokra szaggatott egy ömlét. Utána nézhetek, mert érdekel? Egy munka miatt, mondtam. Nem fogadtam el, de azért izgat a dolog. Bólintott, és teletömte a fejét zsömletarabokkal. Néhány hónapja beajánlottalak egy melóra. Félúton a tányér és a szám közt megállt a kezemben a kanál. Nem volt jellemző polira, hogy bármi módon beavatkozzék az életembe, pláne nem segítő szándékkal. Miféle melóra? Valami kanadai ürgével beszéltem, olyan embert keresett, aki jól élt a fegyverekhez, testőr kellett neki, vagy valami ilyesmi. Hogy hívták? Hmm, nem emlékszem. Azt hiszem, jével kezdődött a neve. McCluskey? A McCluskey nem jével kezdődik, nem, de bár, nem, valami Joseph, vagy vagy ilyesmi volt. Gyorsan feladta, hogy valaha is eszébe jut. Miért? Megkeresett? Nem. Kár. Azt hittem, sikerült meggyőznem. Megadtad megadta neki a nevemet? Nem, a francos cipőméretedet adtam meg. Hát persze, hogy megadtam neki a nevedet. Na jó, végül is nem azonnal. Először néhány magán gorillát ajánlottam neki a sajátjaink közül. Van néhány, aki testőrködik, meg minden, de nem kellettek neki. Valami színvonalasabbat akart, valami ex-katonát, azt mondta. Te voltál az egyetlen, aki beugrott, leszámítva Andy Hicket, de ő meg 200 rongyot keres évente valami kereskedelmi bankban. Meg vagyok hatva, Póli. Szívesen, hogyan találkoztál vele? Hmm, Toffyhoz jött, és aztán engem is befogtak. A Toffy itt most embert jelent? Spencer, a főnök, csak Toffynak hivatja magát. Hmm, nem tudom, miért valami fura becenél. Elgondolkoztam. Nem tudod, milyen ügyben kereste Spencert? Ki mondja, hogy nem? Szóval tudod? Hmm, nem. Poli tekintete megakadt valami a hátam mögött. Én pedig megfordultam, hogy lássam, mi az. Az ajtó melletti két férfi épp felállt. Az idősebbik mondott valamit a főpincérnek, aki a mi asztalunk felé szalajtott egy pincért. A többi ebéd vendég némelyike is elkezdett figyelni. Mr. Lang? Én vagyok Lang. Telefonon keresik, uram. Oda biccentettem Póli felé, aki ekkor épp az ujjait nyalogatta, és a zsömlemorzsáit csipegette az asztalterítőről. Mire az ajtóhoz értem, a kettő közül a fiatalabbik már eltűnt. Próbáltam elkapni az idősebbik tekintetét, de ő meredten bámulta a tapétát a falon. Felemeltem a telefont. – Gazduram! – szólt a kagyloba szolomon. – Valami bűzlik Dániában. Ó, milyen kár, mondtam, pedig azelőtt milyen szépen mentek a dolgok. Szolomon épp válaszolni készült, de ekkor egy kattanást hallottam, majd egy csapódást, és hirtelen Onil recsegett bele a telefonba. Leng maga az? Mhm, uh vallottam be. A lány, Leng, azaz a fiatal nő, van valami fogalma arról, hogy hol lehet most? Felnevettem. Engem kérdez, hogy hol lehet? Hitetlenkedtem. Igen, úgy van. Gondjaink adottak a tartózkodási helyének megállapításával. A követőre pillantottam, aki még mindig a falban gyönyörködött. Sajnálatos módon, Mr. O'Neill, nem tudok segíteni, mondta. Tudja, nekem nem áll a rendelkezésemre 9000 fős emberanyag és 20 millió fontos pénzalap ahhoz, hogy megtaláljak és nyomon kövessek embereket, de tudja mit? Miért nem próbálkozik a biztonságiakkal a védelmi minisztériumban? Állítólag ők nagyon jók az ilyen ügyekben. Már a védelmi szó közepén letette: Hagytam, hogy Puli állja a számlát, és felugrottam egy buszra a Holland Parknál. Látni akartam, milyen felfordulást hagytak a lakásomban oni emberei, és azt is tudni akartam, keresette azóta, ahol mi Ó testamentumba illő nevű kanadai fegyverkereskedő. Szalomon követői felszálltak arra a buszra, és úgy bámultak ki az ablakán, mint a most először járnának Londonban. Amikor Notting Hillhez érkeztünk, odahajoltam hozzájuk. Akár le is szállhatnak velem együtt, javasoltam nagy lelkűen. Megspórolhatnak maguknak egy gyors sprintet vissza ide a következő busz megállóból. Az idősebbik elfordította a fejét, de a fiatalabbik vigyorogni kezdett. Végül aztán Egyszerre szálltunk le mind, és amíg én kinyitottam a lakásom ajtaját, majd beléptem, addig ők az utca túlsó felén ácsorogtak. Ha nem mondják előre, akkor is rögtön tudtam volna, hogy átkutatták a helyet. Éppenséggel nem bártam el tőlük, hogy húzzanak fel tiszta lepedőt és porszívózzanak ki, de azt gondoltam, ennél azért nagyobb rendet hagynak maguk után. Egyik bútor se volt a rendes helyén. Az a kevés festmény, amin volt, mind ferdén lógott a falakon, és a könyvek szánalomra méltó összevisszaságban kerültek vissza a könyves polcokra. Még az sztereóba is másik CD-t tettek vissza. Persze meg lehet, hogy úgy gondolták, egy professzor Longher CD a legmegfelelőbb zenei aláfestés a házkutatáshoz. Nem vesződtem azzal, hogy visszahúlcoljam a dolgokat a helyükre, Ehelyett besétáltam a konyhába, megkapcsoltam a vízforralót, és hangosan megkérdeztem, teát vagy kávét? A hálószobámból halkzöréek hallatszottak. Vagy inkább kólát innál? Szándékosan háttaláltam az ajtónak, amíg a forralóban melegedett a víz, de így is hallottam, mikor a lány a konyhajtóhoz ért. Kávét szórtam egy bögrébe, és megfordultam. A sejem hálóink helyett Sarah Wolf ezúttal egy kopott farmert viselt meg egy sötét zöld pamut garbót. A haja úgy volt feltűzve és lazán hátrafogva, ami néhány nőnek öt másodpercet, másoknak öt napot vesz igénybe. A zöld garbójához kiegészítőként egy Walter TPH 22-es automata pisztolyt tartotta jobb kezében. A TPH apró fegyver, Klasszikus revolverezőrendszerű hatlövetű tölténytára van, és öt és fél cent is a csöve. Lőfegyverként teljességgel vehetetlen, mert ha csak nem tudod garantáltan elsőre eltalálni a szívet vagy az agyat, csak annyit érsz vele, hogy felbosszantod azt, a lősz. A legtöbb embernek egy döglött makréla jobb fegyverválasztás. Nos, Mr. Finchem, mondta, honnan tudta, hogy itt vagyok? Mindezt éppen olyan hangon adta elő, mint amilyen az arc kifejezése volt. Fleur de fleur parfüm, magyaráztam. Tavaly karácsonyra vettem egyet a bejáró nőmnek, de tudom, hogy ő nem használja. Így aztán csak te lehettél. Kétkedőn felvont szemöldökkel végignézett a lakáson. Magának van bejáró nője? I – Igen, tudom, szabadkoztam. Drága egy teremtés, kicsit már öregecske. Izületi gyulladása van. Semmit nem tisztít meg térd alatt vagy vál fölött. Igyekszem az összes piszkos cuccamat derék magasságban tartani, de néha... elmosolyodtam, de nem mosolygott vissza. – Ha már itt tartunk, hogy jutottál be? – Nyitva volt az ajtó, mondta. – Felháborodottan ráztam a fejem. Micsoda rossz modor! Azt hiszem, írok is a helyi képviselőmnek. Tessék? Ezt a lakást kezdtem. Ma reggel átkutatták a brit biztonsági szolgálat emberei. Profik, akiket az adófizetők pénzéből képeznek ki, és még annyira se képesek, hogy bezárják maguk mögött az ajtót a dolguk végeztével. Hát miféle szolgálat ez kérdemén? Csak diétás kólámban megfelel? A pisztoly még mindig nagyjából az én irányomba mutatott, de a fegyvercső nem követett a hűtőhöz. Mit kerestek? És közben kibámult az ablakon. Tényleg úgy nézett ki, mint akinek pokoli rossz reggele volt. Lövésem sincs, mondtam bálat. E, van egy tüllingem az egyik fiókom mélyén. Lehet, hogy ez mostanában már birodalom elleni védségnek számít. Találtak fegyvert? Továbbra sem nézett rám. A vízforraló kattant egyet, én pedig öntöttem egy kis forró vizet a bögrébe. Igen, találtak. Azt a fegyvert, amivel meg akarta ölni az apámat. Nem fordultam hátra. Továbbra is a kávékészítés rejtelmeivel kötöttem le magam. Nincs olyan fegyver, mondtam. A fegyvert, amit találtak, valaki más hozta ide azért, hogy úgy tűnjön, azzal akartam megölni az apádat. Hát, bejött neki. Ezúttal egyenesen rám nézett. Csak úgy, mint a 22 -es. De én mindig is büszke voltam a hideg véremre, úgyhogy egyszerűen csak tejet öntöttem a kávéba, és rágyújtottam egy cigire. Ettől a lány mérges lett. Maga egy pufátlan gazember, tudja? Azt hiszem, ezt nem tőlem kéne kérdezni. De anyám szeret. Igen? És ez elég ok nekem arra, hogy ne lőjem le magát? Reméltem, hogy nem említ meg holmi fegyvereket vagy lövöldözést, mert még a brit védelmi minisztérium is megengedheti magának, hogy megfelelően bepoloskázzon egy szobát, de ha már szóba hozta a kérdést, alig térhettem ki előle. Mondhatok valamit, mielőtt elsütöd azt az izét? Csak tessék! Ha akartam fegyvert használni, hogy megöljem az apádat, miért nem volt nálam tegnap este, amikor a házatokban jártam? Talán magánál volt, Elhallgattam, lassan belekortyoltam a kávémba. Jó válasz, dicsértem. Rendben, ha nálam volt tegnap este, miért nem használtam a Rénőr ellen, mikor el akarta törni a karomat? Talán megpróbálta. Talán épp ezért akarta eltörni a karját. Az Istenit, a nő kezdett alaposan lefárasztani. Ismét remek válasz. Rendben. Akkor már csak egyet mondj meg. Ki árulta el neked, hogy találtak itt egy fegyvert? A rendőrség. Na, ja, azt kétlem, tiltakoztam. Lehet, hogy rendőröknek adták ki magukat, de nem azok voltak. Felmerült bennem, hogy leteperem a földre, és talán előtt az arcába öntöm a kávét. De most már nem lett volna sok értelme. A válla fölött megláttam ugyanis, ahogy Szolomon két követő legénye lassan átsétál a nappalimon. Az idősebbik egy nagy revolvert tartott maga előtt, a fiatalabbik meg csak mosolygott. Úgy döntöttem, hagyom, hat forogjanak egy kicsit az igazság kerekei. Nem érdekes, kimondta el nekem, mondta száradacosan. Épp ellenkezőleg, én azt hiszem, hogy nagyon is érdekes. Ha egy eladó azt mondja, hogy ez a mosógép nagyszerű áru, az egy Dolog, de ha a kenteből állítja, hogy nagyszerű, hogy még alacsony hőfokon is kiszedi a koszt, na, az már egészen más tészta. Miről? csak akkor hallotta meg őket, mikor már szinte egy méterre se voltak tőlünk. Aztán hátrafordult, a fiatalabbik megragadta a csuklóját, aztán lefelé és kifelé csavarta, igen szakszerűen. A lány röviden felkiáltott, és a fegyver már ki is csúszott a kezéből. Felkaptam, és markolattal előre átnyújtottam az idősebbi követőmnek. Égtem a vágytól, hogy megmutathassam, milyen jó fiú is vagyok valójában. Ó, bár csak a világ is megérteni. Mire Onil és Szolomon megérkeztek, Szára meg én már kényelmesen kucorogtunk a kanapén, a két követőm meg az ajtó körül téblábolt. Egyik se tett semmi erőfeszítést holmi beszélgetés irányába. Amikor már onél is ott nyüzsgött a lakásban, hirtelen úgy tűnt, hogy a kégli tele van egy tömérdek emberrel. Felajánlottam, hogy meglógok és hozok egy tortát, de O'Neill rám a legádázabb, a nyugati világ védelme az én vállamat nyomja arc így aztán mindannyian befogtuk a szánkat és illedelmesen bámultuk a kezünket. Miután sustorgott valamit a követőkkel, akik ezek után csendben a háttérbe húzódtak, Onil elkezdett felalájárkálni, fel felkapva dolgokat és rájuk csücsörítve a száját. Egyértelmű volt, hogy vár valamire, és ez a valami nem volt a szobában, és úgy tűnt, nem is az ajtón át fog feltűnni, ezért aztán felálltam és elindultam a telefon felé. Épp akkor szólalt meg, amikor odaértem. Ritka alkalmakkor csupán, de az élet néha produkál ilyesmit. Felkaptam a kagylót. Diplomás tanulmányok! Szólt a telefonba egy nyers amerikai hang. Kivel beszélek? Érdeklődtem. Onil! A hangjában ekkor már ott bujkált a dű. Tipikusan az az ember, akitől nem kérnék kölcsön egy zacskó cukrot. Nem, de Mr. Onil is itt van, nyugtattam meg. Kivel beszélek? Adja már át Onilnek azt az átkozott telefont, mire vár még? Utasította a hang. Megfordultam, és láttam, hogy Onil öles léptekkel és kinyújtott karral haladt felém. Tudja mit? Menjen és próbáljon magára szedni egy kis illemtudást. Közöltem, aztán lecsaptam a telefont. Rövid ideig néma csend volt. Aztán úgy tűnt, egyszerre nagyon sok minden történik. Szalomon visszavezetett a kanapéhoz, nem kifejezetten durván, de nem is túl gyengéden. Onél a követőkkel ordibált, a követők pedig egymással, és mindeközben újra megcsörrent a telefon. Onél megragadta a készüléket, és azonnal elkezdett babrálni a telefon zsinóról, ami nem igazán csengett egybe a korábbi kísérleteivel, amikor mesteri higgadságáról akart tanúbizonyságot tenni. Nyilvánvaló volt, hogy O'Neill világában a telefonvonal túlsó végén lévő nyers amerikaihoz hasonló fejesekből sok volt. Szalomon visszalökött szára mellé, aki megvetéssel az arcán húzódott arrébb. Nem semmi érzés, amikor az embert ilyen sokan utálják egyszerre a saját otthonában. O'Neill bólintott, és vagy egy percen át csak úgy fröcsögtek belőle az igenek. Aztán elköszönt, és óvatosan visszatette a kagylót. Szárára nézett. Wolf kisasszony mondta olyan udvariasan, ahogy csak tudta mi hamarabb meg kell jelennie egy bizonyos Mr. Russell Barnes előtt az amerikai nagykövetségen. Az egyik úriember elviszi önt. Onil félre nézett, mintha azt várná, hogy a lány azonnal felugrik és elviarzik. Szára meg sem utcant. Dugjon fel magának egy asztali lámpát közölte felnevette. Történetesen ezzel egyedül voltam. Onél pedig rám lövelte egyik egyre elhíresültebb tekintetét. Szára azonban továbbra is csak dühösen nézte. Tudni akarom, mi lesz ezzel az alapkal, mondta. A fejével felém úgyhogy azt gondoltam, ideje lenne talán abba hagyni a vigyorgást. Mr. Lang, hadd legyen a mi gondunk, Wolf kisasszony, mondta O'Neill. Önnek pedig most meg kéne jelennie a. Maguk nem a rendőrség, igaz? kérdezte. Onél tekintete még nyugtalanabbá vált. Ö, nem, nem a rendőrség vagyunk. Nos, azt akarom, hogy jöjjön ki a rendőrség és tartóztassa le ezt a pasast gyilkossági kísérlet vádjával. Megpróbálta megölni az apámat, és ha engem kérdez, újra meg fogja kísérelni. Onél a lányra nézett, majd rám végül Szolomonra. Úgy tűnt, legalább egyikünktől segítséget vár, de azt hiszem, senkitől se kapta meg. Wolf kisasszony, felhatalmazást kaptam rá, hogy tájékoztassam mint arról, hogy elhallgatott, mintha hirtelen nem lenne már biztos benne, hogy valóban felhatalmazták-e, vagy ha igen, vajon komolyan gondolták-e. Egy pillanatra összeráncolta az orrát, majd úgy döntött, mégis folytatja. Felhatalmazást kaptam rá, hogy tájékoztassam Önt, hogy apja tevékenységeit epercben az amerikai kormány ügynökségei vizsgálják, amit az én részlegem is támogat a Védelmi Minisztériumban. A bejelentése igen nagy hatással volt ránk. Elnémulva ültünk. Onil rám vetette a pillantását. Közös belátásunk szerint döntünk majd arról, hogy vádat emeljünk-e Mr. Leng ellen, vagy hogy tegyünk-e bármilyen más lépést az édesapja vagy az édesapja tevékenységeit illetően. Nem állítom, hogy az emberi arc nagy szakértője lennék, de még én is láttam, hogy mindez sokszerűen érte szállát. Arca a szürkéből a fehérbe váltott. Miféle tevékenységről beszél? kérdezte. És miféle vizsgálatról? Hangja feszültségről árulkodott. Onélen látszott, igen kényelmetlenül érzi magát, és tudtam, hogy titokban attól retteg, nehogy a lány elsírja magát. Azzal gyanúsítjuk az édesapját, dögte ki végül, hogy A-osztályú tiltott anyagokat importál Európába, Észak-Amerikából. A szoba újra nagyon csendes lett. Mindenki szárat figyelte. Onil megköszörülte a torkát. Az ön édesapja kábítószerkereskedő, Wulf kisasszony. Ezúttal szárán volt a sor, hogy felnevessen. Mint minden jó dolognak, és mint ahogy a minden rossz dolognak is, ennek is vége szakadt. A szalomon klónok elhajtottak szárával az egyik roverrel, Onél pedig rendelt egy taxit, ami sajnálatos módon nem érkezett meg elég gyorsan. Túl sok időt hagyva ezzel Onélnek, hogy csúfondáros pillantásokkal illesse a dolgaimat. Az igazi Szalamon hátra maradt, hogy elmossa a bögréket, majd azzal a javaslattal állt elő, hogy ugorjunk-e valahova, és vegyünk magunkhoz egy adag meleg tápláló sört. Még csak fél hat volt, de a kocsmák már most is dugik voltak fiatal emberekkel, akik öltönyt viseltek, valamint félre sikerült bajuszkákat, és hangosan vitatták meg a világ dolgait. Végül sikerült találnunk egy asztalt a kétfejű hattyú egyik helyiségében, ahol Szolomon csodás előadás keretében adta elő a zsebében apró után kutató férfi szerepét. Mondtam neki, hogy számolja el üzleti ebédként, ő pedig azt mondta, hogy vonjam le a 30 ezer fontomból. Feldobtunk egy pénzérmét, és én vesztettem. Kedvességed lekötelez, gazduram! Egészségünkre, David! Mindketten nagyot kortyoltunk a sörünkből, aztán rágyújtottam egy cigire. Arra számítottam, hogy Solomon veti majd fel a témát azzal, hogy valami elmés megállapítást tesz az elmúlt 24 órát illetően, de úgy tűnt boldogan előcsörög és hallgatja, ahogy egy közeli ingatlan ügynökökből álló asztaltársaság megvitatja a különféle autóriasztók előnyeit és hátrányait. Sikerült elérnie, hogy úgy érezzem magam, mintha az én fejemből pattant volna ki a gondolat, hogy eljöjjünk ide, de nem hagytam annyiban a dolgot. David, Uram, ez most egy baráti sörözés? Baráti? Megkértek, hogy vigyél el valahová sörözni, igaz? Hogy vereges háton, itas le, és tudd meg, hogy együtt hálok-e Margaret hercegnővel. Szóval rosszul viseltem, amikor a királyi családdal viccelődtem, és én pontosan ezért csináltam. A közeletben kell maradnom, uram, bögte ki végül. Azt gondoltam, nagyobb munka, ha eközben ugyanannál az asztalnál ülünk, ez minden. Úgy tűnt azt képzeli, ezzel megválaszolta a kérdésemet. Szóval, mi zajlik? Zajlik? David, ha csak itt ülsz egész este, és tágra nyílt szemmel elismételsz mindent, amit mondok, mint ha egész életedben valami kislányoknak való játszóházban éltél volna, akkor azt hiszem, elég egyhangú estének nézünk elébe. Egy ideig hallgatott, Elég egyhangú estének? Jaj, ne csináld már. Hisz ismersz, David. Valóban megadatott ez a privilégium. Sok minden vagyok, de az egyik dolog, ami határozottan nem vagyok, az a bérgyilkos. Az ilyen ügyekben való sok évi tapasztalatom, és nagyot hörpintett a söréből, majd még csettintett is egyet a nyelvével, arra a nézetre vezetett gazdúram, hogy mindenki határozottan nem bérgyilkos, egészen addig, amíg végül az nem lesz. Egy percig bámultam rá. Akár meg is esküszöm, David. Ahogy óhatja, uram. Ez még mi a francot akar jelenteni? Az ingatlan ügynökök ekkor áttértek a női mellek témakörére, amiből igen sok humort merítettek. Ahogy hallgattam őket, legalább 140 évesnek éreztem magam. Éppen olyan ez, mint a kutyatulajdonosok, magyarázta Szalomon. Ó, az én kutyám soha nem bántana senkit, mindezt mondja. Aztán egy szép napon azon kapják magukat, hogy azt mondják, hát ilyet azelőtt sose csinált. Rám nézett, és látta, hogy felvont szemöldökkel nézem. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy úgy igazán soha senkit nem ismerhetünk. Senkit és semmilyen kutyát sem. Igazán nem. Az asztalra csaptam a poharamat. Senki nem ismered senkit? Hú, de magas röptű. Szóval azt akarod mondani, hogy bár két éven át gyakorlatilag összenőve éltünk, nem tudnád megmondani, hogy képes lennék-e pénzért embert ölni? Nem bevallom, hogy kezdtem kicsit felhúzni magam, pedig általában nem nagyon szoktam magam felidegesíteni. Szerinted én képes lennék rá? kérdezett vissza Szolomon, és még mindig vidám kis mosoly játszott a szája körül. Hogy szerinted megölnére valakit pénzért? – Nem, nem hiszem. – Biztos vagy benne? – Igen. – Akkor egy tök fej vagy, uram. Megöltem egy férfit és két nőt. Nem volt újdonság, rég tudtam róla. És azt is tudtam, milyen súlyjal nehezedik rá ez a dolog. De nem pénzért ellenkeztem. Azok nem merényletek voltak. A korona szolgálatában állok, uram. A kormány fizeti a jelzálok hitelemet. Akárhogyan nézem is, és hidd el. Én elég sokféleképpen néztem. Annak a három embernek a halálából került kenyér az asztalomra. Még egy korsóval? Mielőtt még bármit is mondhattam volna, elvette a poharamat, és a bárpult felé indult. Miközben néztem, hogy utat tör magának az ingatlan ügynökök között, azon kaptam magam, hogy felidézem azokat a kalbolyos indiános játékokat, amiket Szolomon meg én még Belfastban játszottunk. Boldog napok voltak, amiket néhány rémséges hónap fogott közre. 1986 volt. Szalomon besorozták, csak úgy, mint vagy egy tucat másik fickót is a városi rendőrségi különleges különítményből, hogy kisegítsék az átmenetileg segítségre szoruló Ászteri királyi rendőrséget. Gyorsan bebizonyította, hogy a csoportjából ő volt egyedül érdemes a repülőjegyre, így aztán a munka végeztével néhány túl igényes Ászteri felkérte, hogy maradjon még egy darabig és próbálja ki magát a lojalista paramilitáns célpontok ellen, amit meg is tett fél mérföldnyire, néhány szobával a Freedom utazási iroda fölött, épp a nyolc éves katonai szolgálatom utolsó évét töltöttem a találó nevű GR24 részlegben, ami azon rengeteg katonai hírszerző egység egyike volt, amik akkoriban észak-írószági munkákért versengtek, és teszik ezt valószínűleg a mai napig. A katonatársaim szinte kivétel nélkül a legelitebb egyetemekről kerültek ki, nyakkendőt viseltek az irodában, hétvégenként pedig fajdvadászatokra repültek Skóciába. Én ez alatt egyre több és több időt töltöttem Szolomonnal, ami többnyire abból állt, hogy olyan autókban várakoztunk, amikben nem működött a fűtés. De időről időre kiszálltunk, és tettünk valami hasznosat is és az alatt a kilenc hónap alatt, amit együtt töltöttünk, láthattam Szolomont sok bátor és lenyűgöző dolgot csinálni. Kioltott három életet, de tucatnyival többet mentett meg, beleértve az enyémet is. Az ingatlan ügynökök ekkor már a barna eső kabátján vihogtak. Wolf nem jó fiú, tudod? mondta. A harmadik korsónkat pusztítottuk, és Szolomon már kigombolta a felső gombját. Én is pontosan ugyanezt tettem volna, ha lett volna felső gombom. A kocsma mostanra kicsit kiürült, mert a férfiak hazaindultak a feleségeikhez, vagy el egy moziba. Rágyújtottam a túl sokadik cigimre aznap. A kábítószer miatt? A kábítószer miatt. Még valami? kell, hogy legyen még valami? Nos, igen. Szolomonra néztem. Kell, hogy legyen valami más is, ha ezt az egészetem a kábítószeres ügyosztály viszi. Mi a fene dolga van veletek? Vagy egyszerűen arról van szó, hogy uborka százonban és az e is be kell érnetek? Amit most mondok, azt nem tőlem tudod. Ez csak természetes. Szolomon elhallgatott, a szavait fontolgatta, és láthatóan arra jutott, hogy némelyik információ igen súlyos. Egy igen gazdag ember, egy iparmágnás idejön az országunkba, és azt mondja, itt akar befektetni. A kereskedelmi és iparkamara koccintvel egy pohár serivel átad neki néhány csillogó brosúrát, és ő belevág a munkába. Azt mondja nekik, hogy egy sor fémből és műanyagból álló alkatrészt fog gyártani, és hogy rendben lenne-e, ha felhúzna vagy fél tucat gyárat Skóciában és Anglia északkeleti részén. A kereskedelmi kamarában egy-két ember majd hanyat vágja magát az izgalomtól, és felajánlanak neki 200 millió fontnyi támogatást, meg egy helybeli lakosoknak járó parkolóengedélyt Chelsea-be. Nem is tudom hirtelenjében melyikért többet. Szalomon belekortyolt a sörébe, aztán a kézfejével megtörölte a száját. Nagyon mérges volt. Telik múlik az idő. A csekket beváltják, a gyárakat felhúzzák, majd megszólal egy telefon Whitehallban. Tengeren túli hívás, egyenesen Washington DC-ből. Tudtuk-e, hogy egy gazdag iparmágnás, aki műanyag alkatrészeket gyárt, hatalmas mennyiségű ázsiai ópiummal is kereskedik? Ó, te jó ég, nem erről nem tudtunk, nagyon szépen köszönjük, hogy értesítettek bennünket. Üdvözlöm a kis feleségét, meg a gyerkőcöket. Pánik, a gazdag iparmágnás akkor már ott rónol azon a nagy halom amit tőlünk kapott, és három ezer állampolgárunkat foglalkoztatja. Ezen a ponton úgy tűnt, Solomon kifogy az energiából, mintha túl sokat fektetett volna abba, hogy visszafogja a hatalmas dühét. De én alig bírtam magammal. És aztán? És aztán összeül egy bizottság, ami csupa olyan férfiból és nőből áll, akik nem kifejezetten észlények. Összedugják a hájas fejüket, és kitalálják, milyen lehetséges lépéseket tehetnek az ügyben. A listán szerepel a nem teszünk semmit, a nem teszünk semmit, a nem teszünk semmit, és a felhívjuk a rendőrséget, és Kolombótól kérünk segítséget. Az egyetlen dolog, amiben biztosak, az, hogy ezt az utolsó akciótervet nem nagyon kedvelik. És onil, És onil megkapja a munkát. Megfigyelés, fékentartás, kárenyítés. Hívd, amilyen rohadt néven csak akarod. Szolomon szájából a rohadt szó már komoly káromkodásnak hangzott. Mindennek természetesen a világon semmi köze nincs Alexander Wolfhoz. Te persze, hogy nincs, bólogattam. És hol van most Wolf? Szolomon az órájára pillantott. Ebben a pillanatban a British Airways Washingtonból Londonba tartó járatának 6C ülésén ül. Van egy kis esze, Wellington Bélszint rendelt, bár lehet, hogy a halat jobban szereti, de kétlem. És a fedélzeti film? Meg Sandra Bullock film, az aludj, csak én álmodom. Már le vagyok nyűgözve, ismertem el. Az ördög a részletekben rejli, gazduram. Csak mert rossz a munka, nem jelenti azt, hogy rosszul is kell végeznem. Meghitt csendben is szokottuk a sörünket, de meg kellett kérdeznem... Na és uh, David, parancsárba várva, gazduram, esetleg elmagyaráznád, hogy én hogy kerülök ebbe az egészbe? Olyan arccal nézett rám, mint azt mondaná, azt én is szeretném tudni. Úgyhogy sietve még hozzátettem. Úgy te ki akarja a halálát, és miért akarják úgy feltüntetni, mintha én lennék a gyilkos? Szalomon kiürítette a poharát. A miértre nem tudok választ adni, mondta. Ami a ki részét illeti, azt gyanítjuk valószínűleg a CIA. Egész éjszaka csak hánykolódtam és forgolódtam. Közben kétszer is felkeltem, és hülye monológokat mondtam fel a kis színdarabom állásáról az adóhatékony diktafonomra. Voltak dolgok az egész ügyjel kapcsolatban, amik zavartak, és voltak dolgok, amik megijesztettek. De Szára Wolf volt az, aki újra és újra az eszembe jutott, és nem volt hajlandó távozni a gondolataim közül. Nem szerettem bele a lányba, ezt szeretném külön hangsúlyozni. Hogyan is szeretettem volna bele? Végül is csak néhány órát töltöttem a társaságában, és azok egyikese volt éppen kellemesnek mondható. Nem, Egészen biztosan nem szerettem bele. Több kell ahhoz, mint egy rikító, szürkezölt szempár, és egy sötét barna hogy beinduljak. Az Isten szerelmére. Másnap reggel kilenckor felvettem a nyakkendőmet és az alul gombol zakómat, és fél tízkor már a Nemzeti Westminster Bankban voltam a Swiss és az információs csengőt nyomtam. Nem volt semmiféle előre kidolgozott akciótervem, de arra gondoltam, valószínűleg jót fog tenni a hangulatomnak, ha tíz év óta először a bankigazgatóm szemébe nézek, még ha a pénz a számlámon nem is az enyém volt. Bevezettek az igazgatói iroda előtt lévő váróterembe, és adtak egy műanyag poharat benne műkávé, valami túlságosan forró volt ahhoz, hogy megígyam, egészen addig, míg a másodperc századnyi része alatt hirtelen túl hideg nem lett. Épp próbáltam tőle megszabadulni egy műanyag növény mögött, amikor egy olyan kilenc éves forma vöröshajú gyerek kidugta a fejét az ajtón, intett nekem, és azt állította, ő Graham Halkerston, a fiúk igazgató. Nos, mit tettek ön helyett, Mr. Lang? kérdezte, és letelepedett egy fiatal, vöröshajú gyerekhez egyáltalán nem illő asztal mögé. Olyan poszt vettem fel a vele szemben lévő székben, amiről úgy képzeltem illő egy nagy üzletember, és is megigazítottam a nyakkendőmet. Á, nos, Mr. Hackersdon, kezdtem. Némi aggodalom tölt el egy bizonyos pénzösszeg miatt, amit az utóbbi napokban utaltak a számlámra. Az asztalán heverő számítógépről nyomtatott papírra nézett. A szóban forgó átutalás április 7-én történt? – Igen, április 7-én ismételtem óvatosan utána, és nagyon igyekeztem, nehogy véletlenül összekeverjem a többi 30 ezeres átutalással, amik szintén ebben a hónapban érkeztek a számlámra. – Igen, mondtam, az lesz az, bólintott. – 29.411 font és 76 penny. – Esetleg azt fontolgatja, hogy valahová máshova utalját a pénzt, Mr. Lang? – mert biztosítatom a bankunk szolgáltatásai között megtalálható nem egy magas hozamú számla, amely egészen biztosan megfelel az ön igényeinek. Az igényeimnek? Úgy van. Könnyű elérhetőség, magas kamat, 60 napos bónusz. Öntől függ. Valahogy furcsának tűnt egy emberi lény szájából ilyen kifejezéseket hallanom. Eddig a pillanatig csak óriás plakátokon találkoztam velük. Nagy Nagyszerű, mondtam. Nagyszerű. Addig is, Mr. Harkerston, az igényem mindössze annyi, hogy tartsa pénzt egy szobában, az ajtaját pedig jól lakatolja le. Értetlenül bámult rám. Jelenleg az átutalás eredete jobban érdekel. Az arca az értetlenből még értetlenebbé vált. Kitől kaptam ezt a pénzt, Mr. Harkerston? Azonnal láttam rajta, hogy a névtelen adományok nem tartoztak a banki élet megszokott velejárói közé, és el kellett telnie még nem egy értetlenséggel teli pillanatnak, mire Halkerston végre nagy papírlapozgatás közepette, újra magára talált. A befizetés készpénzben történt, mondta, így nincs adatom az eredetéről, de ha vár egy pillanatot, vissza tudom keresni a befizetési elismervényt. Lenyomott egy intercom gombot, és Ginny-t kérte, aki hamarosan meg is jelent kezében egy aktával. Miközben Halkerson az akta anyagában lapozgatott, azon tűnődtem, Ginny vajon hogyan képes egyenesen tartani a fejét az arca minden szegletére felkent smink súlya alatt. Meg lehet, hogy a sok kence alatt csinos kis arca volt. De az is lehet, hogy legalább olyan rémesen nézett ki, mint Dörg Bogárda, színész. Soha nem fogom megtudni. Nos, meg is van, mondta Helkerston. A befizető neve nincs megadva, de van egy aláírás. Ö, offer, vagy az is lehet, hogy offi? Igen. Ti offi, ez az. Póli ügyvédi irodája a Middle Temple épületében volt, és emlékeztem, egyszer azt mondta, az valahol a Fleet Street közelében van, és végül egy taxi segítségével el is jutottam oda. Általában nem így utazom, de amíg a bankban voltam, úgy döntöttem, nem ártok azzal senkinek, a felveszek néhány száz fontot a vérdíjamból, fedezendő a kiadásaimat. Póli épp a bíróságon volt egy cserbenhagyásos gázolás ügyében, és az emberi fékpedál szerepét játszotta az igazság kereke ellenében, így aztán nem tudtam különleges bebocsáttatást kieszközölni magamnak Milton Crowley Spencer irodájába. Ehelyett alá kellett vettem magam egy irodista kérdéseinek a problémám természetét illetően, és mire végzett velem, rosszabbul éreztem magam, mint valaha bármely nemi beteg gondozóban nem mintha sok nemi beteg gondozóba megfordultam volna. Miután átestem az előzetes környezettanulmányon, jól megvárakoztattak egy váróteremben, ami teristere volt az Expressions régi számaival, ami az American Express kártya tulajdonosoknak szóló magazin volt. Így aztán ott ültem és olvastam utcai méret utáni nadrágkészítőkről, Northamptoni zokni szövőkről, panamai kalapkészítőkről, arról, hogy mi annak a valószínűsége, hogy Kerry Packer megnyeri a Vöfklikó bajnokságot a Smith gyepén ebben az évben, és általánosságban véve behoztam a lemaradásomat a hírek mögötti nagy események terén. Még az irodista vissza nem tért és szemöldökét felbomba rám nem nézett. Betessékelt egy nagy töltve burkolatú szobába, ahol a polcokat hatalmas jogi könyvek töltötték meg három falon, a negyedik fal mentén pedig fa irattartó szekrények sorakoztak. Az íróasztalon volt egy fotó rajta három tinédzserrel, akik úgy néztek ki, mint a katalógusból rendelték volna őket, emellett pedig egy Dennis Thatcherről készült, dedikált fotó állt. Épp azon méláztam, hogy vajon miért mutat mindkét fotó az asztal felé meső oldala felé, amikor kinyílt egy átjáró ajtó, és hirtelen Spencer jelenlétében találtam magam. És Spencernek igen erős jelenléte volt. Rex Harrison magasabb változata volt, őszülőhajjal, hajjal, félhold alakú szemüveggel, és olyan fehér ingel, hogy majd megvakultam. Konkrétan nem láttam, hogy elindította volna az órát, mikor leült. Mr. Finchem, sajnálom, hogy megvárakoztattam. Kérem, foglaljon a helyet. Körbeintett a szobám, mintha azt jelezné, választhat magamnak ülőhelyet, pedig csak egy szék volt. Leültem, de azon mód fel is pattantam, mert a szék recsegő, hasadó fa hangját hallatta. Méghozzá annyira hangosan és olyan fájdalmasan, hogy szinte láttam, hogy az embereknek odakint az utcán földbe gyökerezik a lábuk, felnéznek az ablakunkra, és eltűnődnek, hogy vajon hívják-e a rendőrséget. Úgy tűnt, Spencer az egészet észre sem vette. Nem hinném, hogy láttam volna magát a klubban, mondta, és túláradó mosolyt villantott rám. Újra leültem, amit a szék újabb nyögéssel nyugtázott, és igyekeztem olyan pozíciót találni, ami többé-kevésbé lehetővé teszi, hogy a faanyag sikítozásán túl halljak valamit a beszélgetésünkből is. A klubban? kérdeztem vissza. Majd láttam, hogy a nyakkendőn felé int, így ránéztem én is. Ó, ugye a Geri klubban? Bólintott, és még mindig mosolygott. Nem, nos, habogtam, nem jutok fel a városba olyan gyakran, mint szeretném. A kezemmel olyan mozdulatot tettem, amivel jelezni kívántam, hogy van egy néhány ezer holdas birtokom Wiltshire-ben, és rengeteg labradorom. Bólintott, mint a tisztán látná maga előtt a helyet, és akár még egy ebédre is beugral, amikor legközelebb a környéken jár. Nos hát, mondta, miben segíthetek? Most tudja, elég kényes ügyről van szó, kezdtem. Mr. Finchem? Szakított félbe finoman. Ha valaha eljön az a nap, hogy besétál hozzám egy ügyfél, és azt mondja, hogy a dolog, amelyben a segítségemet kéri, nem kényes ügy, hát Istenemre mondom, örökre szögre az ügyvédi parókámat. Az arc kifejezéséből azt olvastam ki, hogy ezt szellemeskedésként kellene értékelnem. Csak arra tudtam gondolni, hogy ez a poén újabb harminc fontomba került. Nos, ez igazán megnyugtató, mondtam, méltányolva a humorát. Egymásra mosolyogtunk. Az a helyzet, folytattam, hogy egy barátom nemrég mesélte, hogy rendkívüli segítőkészségről téve tanúbizonyságot bemutatta őt néhány szokatlan képességekkel rendelkező embernek. Rövid csend következett, Pont úgy, ahogyan előre gyanítottam. Értem, mondta Spencer. A mosolya kisé elhalványult, levette a szemüvegét, és állát öt fokkal megemelte. Megtisztelne engem ennek a bizonyos barátjának a nevével? Egyelőre jobbnak látnám megtartani magamnak. Azt mondta, hogy szüksége volt öhöm, egyfajta testőrre, olyas valakire, aki hajlandó volna a végrehajtani néhány kevéssé megszokott feladatot, és hogy öntől kapott néhány nevet. Spencer hátradőlt a székében, és alaposan végigmért. Tetőtől talpig. Éreztem, hogy a beszélgetésünk gyorsan közeledik a végéhez, és hogy már csak azon gondolkozik, mi lenne a legelegánsabb módja annak, hogy ezt velem is tudassa. Kis idő elteltével lassan belélegzett a finom eleganciával kidolgozott orrán. Lehetséges, mondta, hogy félreértett az általunk nyújtott szolgáltatásokat, Mr. Finchem. Mi egy ügyvédi iroda vagyunk, védőügyvédek, Az eseteinket a bíróság előtt vitatjuk meg, ez a feladatunk. Nem vagyunk, és azt hiszem ebből eredhet a zavarodás, munkaközvetítő cég. Ha a barátjának megelégedésére szolgáltunk, annak szívből örülök, de remélem is hiszem, hogy ennek több köze lehetett az általunk nyújtott jogi tanácshoz, mint bármiféle ajánlásnak munkaerő felvételét illetően. Az ő szájából a munkaerő szónak elég kellemetlen hangzása volt. Talán célszerűbb lenne kapcsolatba lépni a barátjával, és tőle megszerezni azt az információt, amelyre szüksége van. Nos, éppen az a probléma, mondtam, hogy a barátom elutazott. Egy darabig csend volt, majd Spencer lassan pislogott egyet. Van valami különösen sértő egy lassú pislogásban. Tudom, mert én is élek vele. Használhatja nyugodtan a telefont a titkárom szobájában. Nem hagyta meg a számát. Hát akkor, Mr. Finchem, sajnálatos módon nehéz helyzetben van, és most ha lenne olyan kedves, is megbocsájtana. Visszacsúsztatta a szemüvegét az orrára, és néhány az asztalán heverő papírba temetkezett. A barátom olyan embert keresett, folytattam, aki készen áll megölni valakit. A szemüveg lecsúszott, az áll felemelkedett. Vagy úgy. Hosszú csend. Vagy úgy, mondta ismét. Mivel ez már önmagában is törvényellen való cselekedet, rettentő valószínűtlen, hogy kaphatott bármiféle segítséget az ügyben ennek a cégnek bármely alkalmazottjától, Mr. Finchem. De biztosította felől, hogy, hogy ő igazán segítőkész volt. Mr. Finchem, őszinte leszek magához. A hangja halhatóan keményebb lett, és ráébredtem, hogy igazán szórakoztató lenne a bíróságon nézni spencer munka közben. Mr. Finchem felmerült bennem, hogy maga provokálni próbál engem. Hogy ebben milyen célvezérli, azt nem tudhatom, folytatta, és különösebben nem is érdekel. Azonban ez ügyben nem kívánok több szót vesztegetni. Ha csak nincs az ügyvédje jelenlétében. További jó napot kívánok önnek, Mr. Finchem. Szemüveg vissza. A barátom azt is mondta, hogy önintézte az ő új alkalmazottjának a bérezését. Semmi válasz. Tudtam, hogy nem kapok több választ Mr. Spencer-től, de azért tovább próbálkoztam. A barátom azt mondta, hogy önírta alá a befizetési bizonylatot. Mondtam. kezűleg. Egyre inkább fárasztónak találom a barátjáról szóló híreit, Mr. Finchem. Ismétlem, jó napot! Felkeltem a székből, és az ajtó felé indultam. A szék megadóan sikoltott. A telefon használatra vonatkozó ajánlatát tartja még? Fel sem nézett. A hívásdíját hozzáérjük a számlájához. Miféle számlához? kérdeztem. Nem adott nekem semmit. Az időmet adtam önnek, Mr. Finchem. Ha úgy érzi, nem kíván élni vele, az teljességgel a maga gondja. Kinyitottam az ajtót. Nos, azért köszönöm, Mr. Spencer, különben pedig megvártam, amíg felnéz rám. Az a szörnyű plegyka járja a gerikben, hogy maga csal a bridgeben. Én mondtam a srácoknak, hogy ez alávaló, rágalom és ostobaság, de tudja, hogy mennek ezek a dolgok. Ha egyszer valamit a fejükbe vesznek, csak gondot a patod róla. Szánalmas volt. De akkor is ott semmi más nem jutott az eszembe. A titkár érezte, hogy a személyem nem kifejezetten kívánatos, és duzzogva figyelmeztetett, hogy pár napon belül megkapom a szolgáltatásukról szóló számlát. Megköszöntem a kedvességét, aztán a lépcső felé indultam. Ekkor arra lettem figyelmes, hogy már valaki más lapozgatja az Expressions, az American Express kártya tulajdonosok magazinjának lejárt számait. Alacsony, kövérember, ember, szürke öltönyben. Mm, ez elég tág kategória. Alacsony, kövérember, ember, szürke öltönyben, akinek a heréit a markomban tartottam egy szállodabárjában Amsterdamban, ez egy nagyon szűk kategória. Valójában egészen Pinduri. Nem volt nehéz felismernem. Úgy követni valakit, hogy az illető ne tudja, hogy követik, nem olyan egyszerű dolog, ám, mint ahogyan azt a filmekben mutatják. Volt némi tapasztalatom profi követésben, és még ennél is több tapasztalatom abban, amikor az ember visszamegy az irodába és lehajtott fejjel közli, elvesztettük. Ha csak az ember prédája nem süket, csőlátású és béna, akkor legalább egy tucatnyi emberre és 15 ezer fontnyi rövid hullámú rádiós berendezésre van szükség ahhoz, hogy legalább jó eséllyel vágjunk bele. McLaskival az volt a probléma, hogy ő szakzsargonnal élve játékos volt. Olyas valaki, aki pontosan tudja, hogy lehetséges célpont, és aki többé-kevésbé azt is tudja, mit tegyen ez ellen. Azt nem kockáztathattam meg, hogy túl közel kerüljek hozzá, és ennek elkerülésére csak egyetlen mód volt, a futás. Az egyenes szakaszokon lemaradtam, és amikor befordult egy csarkon, akkor teljes erőből futottam utána, még épp időben lelassítva ahhoz, hogy elkerülhessem, ha esetleg visszafordul. A módszereimet természetesen egyetlen profi sem hagyta volna jóvá, mert teljességgel figyelmen kívül hagytam annak lehetőségét, hogy valaki esetleg fedezi meg Klaszkit, és hogy ez a valaki nyilván elgondolkozna azon, ki lehet ez a sprintelő, csoszogó, kirakat nézegető őrült. Az első szakasz nem is volt túl nehéz. McCluskey elcammogott a Fleet Streetről a Strand felé, de amikor elérte a szavolyt, hirtelen átment az utca túloldalára, és elindult a Covent Garden irányába. Ott tétlenül lődörgött az ezernyi haszontalan üzlet között, majd öt percet áldogált az Actors Church előtte dzsonglőrt bámulva. Innen felfrissülve indult tovább fürgeléptekkel a St. Martin Lane felé, közben átment a Leicester Square-re, ahol aztán váratlanul kicselezett, és befordult dél felé a Trafalgar Square-re. Ekkor már a Heimelkit aljánál jártunk, csak úgy dőlt rólam az izzadság, és azért hoházkodtam, hogy incsen már végre le egy taxit. Ezt azonban csak akkor tette meg, amikor elért a Lower Regent Streetig. Én pedig őrítő hosszúságú húsz másodperccel később leintettem egy másikat. Nos, egészen nyilvánvaló, hogy egy másik taxiba szálltam. Még az amatőr követők is tudják, hogy az ember nem száll be ugyanabba a taxiba, mint az, akit követ. Bevetettem magam a hátsó ülésre és oda a sofőrnek, kövesse azt a taxit! Majd rádöbbentem, milyen fura dolog is ilyesmit a való életben kiejteni a számon. A taxisofőr azonban egyáltalán nem gondolta így. Na, és mondja csak, faggatózott, összegszel a maga feleségével, vagy maga az övével? Felnevette, mint ez lett volna a legviccesebb dolog, amit évek óta hallottam, mert a taxisokkal bizony így kell bánni, ha az ember azt akarja, hogy a megfelelő helyre vigyék a megfelelő útvonalon. McCluskey a ricnél szállt ki, de úgy tűnt szólt a sofőrjének, hogy várja meg, és ne állítsa le az órát. Három percet adtam neki. Aztán én is azt mondtam a taxisomnak, de mikor már épp nyitottam volna ki az ajtómat, meg Klaszki kiviharzott a ricből, és ismét úton voltunk. Egy ideig a Pikedilin bánszorogtunk, aztán jobbra fordulva kis utcákban haladtunk, amiket azelőtt egyáltalán nem ismertem. Az a fajta környék volt, ahol a képzett kézművesek a saját kétkezükkel készítik az alsógatyát az American Express kártya tulajdonosainak. Előrehajoltam, hogy szóljak a sofőrömnek, nem menjünk túl közel a másik taxihoz, de nem ez volt az életében az első alkalom, hogy hasonló feladattal bízták meg, vagy az is lett, hogy a tévében látta, hogyan kell csinálni, minden esetre tartotta a kellő távolságot. Klaszki taxia a Cork Street-en állt meg. Láttam, hogy kifizeti a sofőrt, én meg az enyémnek azt mondtam, lassan hajtson el mellettük, és tegyen ki 200 méterrel lejjebb az utcában. A taxióra hat fonton állt. Előre nyújtottam egy tíz fontos bankjegyet az ablakon át, és végignéztem a Nem hiszem, hogy ebből vissza tudnék adni. Című színdarab 15 másodperces előadását a 99.10.02-es hivatásos taxisofőr főszereplésével, majd kiszálltam és visszaindultam az utcán. Ez alatt a 15 másodperc alatt meg nak nyoma veszett. Húsz percen és öt mérföldön átkövettem, és az utolsó 200 méteren tűnt el a szemem elől. Amit azt hiszem, meg is érdemeltem, amiért ilyen fogar voltam a borra valóban. A Cork street szinte kizárólag galériák vannak. Többnyire hatalmas utcára néző ablakokkal, és az egyik dolog, ami azonnal feltűnt ezekkel kapcsolatban, hogy pontosan ugyanolyan jól lehet rajtuk benézni az utcáról, mint bentről kinézni az utcára. Ezért aztán nem mehettem oda mindegyikhez, hogy az üvegnek szorított orra, a kifürkészen melyik galériában van McCluskey, inkább úgy határoztam, a véletlenre bízom a dolgot. Felidéztem azt a helyet, ahol utoljára láttam, és a legközelebbi ajtóhoz léptem. Ami zárva volt. Ott álltam, az órámat bámultam, és próbáltam rájönni, hogy vajon mikor lehet nyitva egy galéria, ha déli 12-kor nem amikor egy szép kis fekete ruhás szőkelány tűnt fel a benti homályból, és elhúzott egy kallantyút. Barátságosan mosolyogva nyitotta ki az ajtót, és nagyon úgy tűnt, nincs más választásom, be kell lépnem. Abbeli reményeim, hogy valaha még megtalálom meg Lászkit, minden másodperccel tovább halványodtak. Egyik szememet azért az utcai ablakon tartva bejebb kerültem az üzlet viszonylagos homályába. A szőkerányt leszámítva úgy tűnt, nincs senki más a helyen, ami nem is volt meglepő azok után, hogy megnéztem a festményeket. E, ismeri Terence glass -t? Kérdezte, majd átnyújtott egy nyílvi kártyát, meg egy árlistát. Rémisztően fiatal teremtés volt. E, igen, ismerem, hazudtam. Igazság szerint van is otthon három Terence glass Az emberek néha próbálkoznia kell, nem? Három Terence lesz micsodája? Na persze, ez nem mindig jön be. Ö, festmények! Te jó ég! mondta. Hát nem is tudtam, hogy fest! Szára! kiáltott hátra. Tudtad, hogy Terence fest? A Galéria hátsó feléből egy nyugodt amerikai hang válaszolt. Terry soha életében nem festett. Még a saját nevét is alig tudja leírni. Épp akkor néztem fel, amikor Sara Wolf átsétált egy bolti alatt, kutyafog mintás szoknyában és kabátban, maga előtt tolva a fleur de fleur finom illatát. De nem engem figyelt. A galéria bejárata felé nézett. Pedig ez az úr itt azt állítja, hogy neki három is van, mondta a szőke nevetve. McCluskey gyors léptekkel közeledett Sara felé. Jobb kezével, keresztezve a melkasát, a kabátja belsejébe nyúlt. Jobb karommal félrelögtem a szőkét, még hallottam, hogy valami udvarias kis sikolyféle csúszik ki a száján, és ebben a pillanatban McCluskey is felén fordította a fejét. Miközben egész testével felén fordult, én egy jól rugással megcéloztam a hasát, és hogy védje magát, ki kellett húznia a jobb kezét a kabátjából. A rugás alaposan betalált, és meg lábai egy pillanatra felemelkedtek a földről. A feje előre bukott, miközben lélegzetért kapkodott, én pedig mögé kerültem, és bal kezemet a nyaka köré fontam. A szőke affektálva azt kiabálta, ó, Istenem, és az asztalán idegesen próbálta megragadni a telefont. Szára azonban meg sem karja két oldalán lógott. Rákiáltottam, hogy meneküljön, de vagy nem hallott, vagy nem akart meghallani. Miközben egyre erősebben szorítottam meg Klászki nyakát, ő azért küzdött, hogy az ujjait valahogy a könyököm hajlata és a nyaka közé tudja dugni. Erre persze esélyesen volt. Jobb könyökömet meg vállára tettem, jobb kezemet pedig a tarkójára. A bal kezemet a nyaka előtt elvezetve becsúsztattam a jobb könyököm hajlatába, és íme ott voltam én, a C ábra, a nyak eltörése, alapok című fejezet elején. Miközben McCluskey rúgkap át, a balkarobat kisé felengedtem, a jobb kezemet pedig előre nyomtam. Erre aztán nagyon gyorsan abba a bajta a abba hagyta a rúgdosást, mert hirtelen már ő is tudta, amit én és amit tudatni is akartam vele. Hogyha csak egy kicsivel is fokozom a nyomást, véget vethetek az életének. Nem vagyok egészen biztos benne, de azt hiszem, ekkor sült el a fegyver. Pontosan nem emlékszem, milyen érzés volt, amikor eltalált a golyó, csak arra, milyen síri csend lett a galériában, és hogy valamilyen éget szagot is éreztem. Először azt hittem, Szára McCluskeyra lőtt, és el is mondtam őt mindennek, mert hiszen látnia kellett, hogy mindent az irányításom alatt tartottam, meg különben is már korábban megmondtam neki, hogy menjen onnan. Aztán arra gondoltam, jesszusom, elég rendesen elkezdtem izzadni, mert éreztem, ahogyan a veríték végig folyik az oldalamon, és lecsúrog az övemen át a derekamig. Felnéztem, és láttam, hogy szára újra tüzelni fog. Vagy talán már meg is tette. Meg Lászky kiszabadította magát, én meg mintha hátrafelé döltem volna neki az egyik festménynek. Megbolondultál? Azt hiszem, ezt kérdeztem tőle. Én a te oldaladon állok, ez ő, ez aki, aki meg akarta ölni az apádat. Ó, oh, Franzba. A francba azért hangzott el a végén, mert kezdett minden nagyon furcsa lenni. A fények, a hangok, a mozdulatok. Szára fölöttem állt, és azt hiszem, talán a másmilyenek lettek volna a körülmények, élveztem volna a lábai látványát, de nem voltak másmilyenek. Ugyan olyanok voltak. És más már nem is láttam, csak a fegyvert. Az igazán különös lenne, Mr. Lang, mondta a lány. Azt ugyanis otthon is megtehetné. Hirtelen már semmit nem értettem. Sok minden lett hirtelen rossz, nagyon rossz. És a bal lábam alsó felében lévő zsibbadás ezek közül csak az egyik volt. Szára mellém térdelt, és a fegyver száját az állam alá nyomta. Ez itt, mondta, és hüvelyük ujjával meg Klaszki felé mutatott. Az apám. Mivel semmi másra nem emlékszem, feltételezem, hogy ekkor ájultam el. Hogy érzi magát? Olyan kérdés ez, amit elkerülhetetlenül feltesznek az embernek, ha egy kórházi ágyban a hátán fekszik, de akkor is azt kívántam, csak ne kérdezték volna meg. Az agyamban rettenetes összevisszaság volt, és úgy éreztem, sokkal több értelme lenne, ha én kérdezném tőle, hogy hogy érzem magam. De ápolónő volt, és ezért valószínűleg nem megölni akart. Így úgy döntöttem, egyelőre kedvelni fogom. Hatalmas erőfeszítéssel szétfeszítettem az ajkaimat, és kinyögtem. Jól. Remek, örvendezett. A doktor úr hamarosan itt lesz, és megnézi magát megpaskolta a készfejemet, és eltűnt. Néhány pillanatra becsuktam a szememet, és amikor újra kinyitottam, odakint már sötét volt. Egy fehér köpeny állt mellettem, és bár a viselője olyan fiatalnak látszott, hogy lehetett volna akár a bankon igazgatója is, feltételeznem kellett, hogy orvos volt. Visszaadta a csuklómat, bár addig nem is voltam tudatában, hogy a kezében tartotta, és felírt valamit egy lapra. Hogy érzi magát? Jó, tovább bírt. Pedig nem kéne jól éreznie magát, magára rálőttek. Elég sok vért veszített, de ez nem probléma. Szerencséje volt, a golyó a hónalján ment át. Úgy beszélt az egészről, mint a mindez az én hülye kis hibám lenne. Nem, mint ahogy a valahol az is volt. Hol vagyok? kérdeztem. Kórházban. És elment. Később bejött egy nagyon kövér nő, letett az ágyam melletti asztalra egy tányér barna színű és borzalmas szagú valamit. El se tudom képzelni, mit követhettem el ellen a múltban, de bármi volt is, az nem lehetett kellemes. Nyilvánvalóan rájött, hogy túlreagálta a dolgot, mert fél órával később visszajött és elvitte a tányért. Mielőtt kiment, elmondta, hogy hol vagyok. Middlesex kórház, William Hoyle szárny. Az első rendes látogató Szolomon volt. Bejött, komolynak tűnt és örökké valónak. Leült az ágyam végébe, és egy szőlővel teli papírzacskót dobott az asztalomra. – Hogy érzed magad? – Határozottan kezdett kialakulni egy visszatérő minta. – Olyan érzés, kezdtem, mintha lelőttek volna, és most egy kórházban feküdnék, éppen gyógyulóban, és egy zsidó rendőrülne a lábamon. Kise átrendezte a súlyát az ágyom. Azt mondják, szerencséd volt, gazduram. Bedobtam a számba egy Szerencsém? Mert? Mert a golyó csak néhány centivel vétette el a szívedet. Vagy csak néhány centivel vétette el azt, hogy egyáltalán el se találjon. Nézőpont kérdése. Szolomon feltápászkodott az ágyról, és kezdte lehámozni magáról az esőkabátját, amiért cseppet sem báztattam A hőmérséklet minimum 32 fok körül járt, és annyi levegő volt a szobában, hogy több semmiképp nem is fért volna be. Az az érzése támadt tőle az embernek, mintha a szoba egy tömött metró lenne csúcsidőben, és mintha még egy jó a plusz levegőben nyomult volna, épp mikor az ajtók már záródtak. Megkértem egy nővérkét, hogy vegye egy kicsit lejjebb a hőmérsékletet, de azt mondta, hogy a fűtést egy számítógép vezérli Redding városából. Ha az a fajta ember lennék, aki leveleket írogat a The Daily Telegraphnak, akkor írtam volna egy levelet a The Daily Telegraphnak. Szolomon felakasztotta a kabátját az ajtóra. – Nos, uram! – mondta. – Ha hiszed, hanem a hölgyek és urak, akiktől a fizetésemet kapom, megkértek rá, szedje ki belőled valami magyarázat félét arra vonatkozóan, hogyan találtad magad egy előkelő vesztendi galéria padlóján fekve, golyóval a melledben. – A hónaljamban. A hón, ha így jobban tetszik, aljadban. Nos, elmondod nekem, gazduram, vagy párnát kell nyomnom az arcodra, míg együtt nem működsz. Nos, mondtam, arra gondolva, miért is ne térhetnénk rögtön a tárgyra. Feltételezem, tudod, hogy McCluskey valójában Wolf. Egyáltalán nem feltételeztem semmi ilyesmit természetesen, csak igyekeztem hatékonynak hangzani. Szolomon arckifejezéséből nyilvánvalónak tűnt, hogy fogalma sem volt erről, úgyhogy folytattam. Követtem meg Klászkita a galériába, és azt hittem, hogy talán azért van ott, hogy árcsan Szárának. Rávetettem magam, aztán magam magamat Szárával, aki aztán elmondta, hogy akire rávetettem magam, az valójában nem más, mint az apja, Alexander Wolf. a nyugodtan bólogatotta, hogy olyankor szokott, amikor különös dolgokat hall. Még te, mondta végül. Azt az embert teperted a földre, aki pénzt ajánlott neked, hogy megöld Alexander Wolfot? Így van. És te, gazdura, feltételezted, mint ahogyan biztosra veszem, hogy sokan tették volna a helyetben, hogy mikor egy férfi megkér, hogy ölj meg valakit, akkor az a valaki nem maga a férfi. Igen, mondtam. Ezen a föld nevű bolygón nem épp ez a szokás járja, valóban. Hmm. Szolomon az ablakhoz lépett, és feszült figyelemmel kezdte bámulni a postatornyat. – Akkor ennyi lenne? – kérdeztem. – Egy... Uh, mm -hmm. a Védelmi Minisztérium jelentése erről az ügyről annyiból fog állni, hogy mm -hmm. persze bőrkötésben aranypecséttel és a kabinet aláírásával? Szalomon nem felelt. Egyre csak a postatornyót bámulta. Jól van, akkor egyet árulj el, mondtam. Mi történt a nagyobbik és a kisebbik vulva? Hogy kerültem ide? Ki hívta a mentőket? Velem maradtak, amíg megérkezett? Ettél valaha abban az étteremben? kérdezte Szalomon. Tudod, amelyik körbe-körbe forog a tetején. David az Istenért. Az az ember, folytatta, aki végül kihívta a mentőket, egy bizonyos Mr. Terence Glass volt, a tulajdonosa a galériának, ahol előttek, és egyben annak a kérelemnek a benyújtója is, amelyben azt kéri, hogy a padlójáról a minisztérium számlájára távolítsák el a véredet. Milyen megható. Bár akik valójában megmentették az életedet, mondta Solomon, azok Green és Baker voltak. Green és Baker? Egész nap a nyomodban voltak. Baker egy zsebkendővel szorította a sebedet. Ez sokkolt. Azt hittem, hogy a Solomonnal valós örözésem után a két követőt visszahívták. Figyelmetlen voltam, hála az égnek. Hajrá, Baker, mondta már ismerően. Szalomon épp mondani készült még valamit, amikor az ajtó nyitódása félbeszakította. Onil jött be a szobába, sietve egyenesen az ágyam mellé lépett, és láttam az arcán, hogy azt gondolja, most, hogy engem lelőttek, a dolgok igazán jó fordulatot vettek. Ahogy érzi magát? kérdezte, és majdnem sikerült nem elvigyorodnia. Köszönöm, Mr. Onil, kiválóan. Rövid ideig nem szólt semmit, és az arca kicsit elkomorult. Én azt hallottam, szerencsésnek tarthatja magát, hogy egyáltalán életben maradt, Mondta. Azt leszámítva, hogy mostantól azt fogja érezni bal szerencsés, amiért életben maradt. Onyilt nagy örömmel töltötte el a frappás mondat, szinte láttam magam előtt, ahogy gyakorolja a szavakat a liftben. Nos, ez elvége, Mr. Lang. Nem látom, hogyan tudnánk ezt távol tartani a rendőrségtől. Több tanú jelenlétében egyértelműen Wolf életére tört. O'Neill elhallgatott, és mindketten körbenéztünk a szobában, nagyjából a padló magasságában, mert a hang, amit hallottunk, határozottan egy öklendező kutya hangja volt. Aztán újra meghallottuk, és mindketten rájöttünk, hogy a hang Szolomontól jött, a torkát köszörülte. Tisztelettel, Mr. O'Neill, mondta Szolomon, most, hogy végre ráfigyeltünk. Leng úgy tudta, hogy a férfi, akit megtámad, valójában McCluskey. Oni lehúnyta a szemét. McCluskey? Wolfot azonosították? Igen. Így van, mondta Solomon szeliden. De Leng azt állítja, hogy Wolf és McCluskey egy és ugyanaz a személy. Hosszú szünet. Hogy mondja? kérdezte O'Neill. A felsőbbrendű vigyor lefagyott az arcáról, én pedig hirtelen úgy éreztem, menten kiugrok az ágyból. Onil felhorkantott. – Meg és Wolf ugyanaz? – kérdezte, és a hangja hirtelen magasabb lett. – Maga teljesen megbolondult? – Szalomon rám nézett, megerősítést várva. – Hát, nagyjából így állunk – mondtam. – Wolf az a férfi, aki megkeresett Amsterdamban, és megkért, hogy öljek meg egy Wolf nevű férfit. – a szín ekkorra már teljesen eltűnt O'Neill arcából. Úgy nézett ki, mint aki most döbben csak rá, hogy a kis szerelmes levelét rossz címre küldte el. – hát ezt nem lehet! – hebegte. – Úgy érzem, ennek semmi értelme! – Ami nem jelenti azt, hogy ne lenne lehetséges – mondta. De Ónia már nem hallott semmit, rettenetes állapotba került, úgyhogy innentől Szolomon kedvéért folytattam. Tudom, hogy én csak az inas vagyok ebben a történetben, kezdtem, és nem igazán az énre szortam beszélni, de a teóriám a következőképpen szól. Wolf tudja, hogy vannak bizonyos elemek szerte a világban, akik a vesztét akarják. Az ilyenkor szokásos dolgot teszi, vesz egy kutyát, felbérel egy testőrt, nem mondja senkinek hová megy, amíg oda nem ért, de, és láttam, hogy O'Neill próbál visszalázódni a hallgatóságom soraiba, tudja, hogy mindez nem elég. Az emberek, akik holtan akarják látni, nagyon elszántak, nagyon profik, és előbb-utóbb megmérgezik a kutyát és megvesztegetik a testőrt. Így aztán egy választása maradt. Annyira meredtem bámult rám. Hirtelen ráébredt, hogy mindezt tátott szájjal teszi, és gyorsan összezárta az ajkait. V igen? Vagy harcba száll velük, mondtam, ami nem is biztos, hogy egyáltalán megoldható, vagy. Beszáll a játékba. Szolomon az ajkát rágta. És igaza volt, mert ez az egész elég őrülten hangzott, de jobb volt, mint bármi, amivel ők eddig elő tudtak rukkolni. Talál valakit, folytattam, akiről tudja, hogy nem fogja elvállalni a munkát, és őt bizza meg a gyilkossággal. Kiszi hogy vérdíj van a fején, és reméli, hogy az igazi ellenségei egy kicsit visszavesznek, mert azt hiszik, hogy a piszkos munkát amúgy is elvégzi valaki, és nekik nem kell se kockázatot vállalni, se pénzt áldozni a dologra. Szolomon folytatta a postatorony megfigyelésének komoly feladatát, Onél pedig egy ideig komoran hallgatott. – És maga ezt el is hiszi? – kérdezte. – Úgy értem, azt gondolja, ez így lehetséges? – Láttam rajta, hogy kétségbe esetten keres valami kapaszkodót, bármilyen kapaszkodót, még akkor is a régi, kopott és a rostás. Igen, azt hiszem lehetséges. Nem. Nem hiszem, de éppen egy lövésből gyógyulgatok, és most csak ennyire futja tőlem. Onil fel alá kezdett járkálni, közben bele, -bele a hajába. A szoba forrósága kezdte őt is kikezdeni, de nem volt ideje megszabadulni a kabátjától. Rendben, mondta. Lehet, hogy valaki Wolf halálát akarja. Nem fogok úgy csinálni, mint a ő felsége kormányának megszakadna a szíve, ha holnap este egy busz elé lépne. Az is igaz, hogy számottevő ellenséggel rendelkezik, és a megszokott biztonsági óvintézkedések semmit sem érnek. Eddig rendben is lenne. És az is igaz, hogy nem szállhat velük háborúba. Úgy tűnt, a meglehetősen kedveli ezt a kifejezést. Így aztán hamis vérdíjat tűz ki a saját fejére, de ez nem működik. Onil abba hagyta a lájárkálást, és rám nézett. De hát hogyan lehet benne biztos, hogy hamis? Honnan tudhatta, hogy maga nem fogja megcsinálni? Szalomonra néztem, és ő pontosan tudta, hogy őt nézem, de nem nézett vissza rám. Felkértek már ilyesmire korábban is, mondtam. Ennél több pénzt is kínáltak már, Nemet mondtam, talán tudott erről. Onélnek hirtelen eszébe jutott, mennyire utál engem. Mindig nemet mondott? Visszabámultam Onélre olyan hidegen, ahogyan csak tudtam. Úgy értem, azóta meg is változhatott, mondta. Talán hirtelen nagy szüksége lett a pénzre. Ez így nevetséges kockázatvállalás. Vállat vontam, amitől majd leszakadt a hónajam. Nem igazán, mondtam. Ott volt a testőre, és velem kapcsolatban legalább tudhatta, hogy honnan várja a támadást. Rénőr már napok óta szaglászott körülöttem, mire eljutottam Wulf De elment a házába, Leng. Azért mentem oda, hogy figyelmeztessem. Azt gondoltam, ez bam olyan jó szomszédi dolog. Jól van, jól van. Onil újra ketrecbe zárt vadállat módjára kezdte róni a köröket a szobában. De mégis hogyan szivárogtatta ki, -e, hogy vérdíjat tűztek ki a fejére? Ugye te mégse írhatja a WC-k falára, vagy jelentetett meg egy hirdetést a standardben, nem? De végül maguk is tudtak róla, mondta. Kezdtem elfáradni. Aludni akartam, és talán még abból a barna színű, borzalmas szagú valamiből is képes lettem volna enni. Mi nem vagyunk Wolf ellenségei, Mr. Lang, mondta O'Neill. Legalábbis nem olyan értelemben. Akkor hogyan tudták meg, hogy állítólag a nyomában vagyok? Onél megállt, és láttam rajta, hogy már így is úgy gondolja, túl sokat mondtak el nekem. Mérgesen Szolomonra nézett, és őt okolta, amiért nem volt jó gardedámom. Szolomon maga volt a megtestesült nyugalom. Nem látom be, miért ne válaszolhatnánk erre a kérdésére, Mr. O'Neill, mondta. Egy golyó fúródott a melkosába a saját hibáján kívül. Talán gyorsítaná a gyógyulást, ha tudná, miért történt. Onél egy percig emészgette a hallottakat, majd felén fordult. Ám legyen, mondta. A mccluskey vagy wolf -val való találkozásáról eh, egyszerűen nem tudta folytatni, utálta az egészet. Szóval a találkozásról az amerikaiak értesítettek bennünket. Kinyílt az ajtó, és egy nővérke lépett be rajta. Lehet, hogy ő volt az, aki megpaskolta a kezemet, amikor először felébredtem, de nem esküdtem volna meg rá. Egyenesen átnézett Szolomonon, és Onílen oda hozzám, hogy megigazítsa a párnáimat, hogy felrázza, megveregesse, és sokkal kényelmetlenebbé tegye őket. Felnéztem Onírre. Úgy érti a CIA? kérdeztem. Szolomon elmosolyodott, Onél viszont majdnem elájult. A nővérkének szemes eredbent.